Want to speak real Hungarian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HungarianPod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice, one version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Elnézést! Meg szeretnék nézni egy könyvet azon a polcon. Melyik könyvet szeretné? Az autókról szóló könyvet. Egy pillanat, kérem. Ez az? Pontosan. Parancsoljon. Elnézést! Meg szeretnék nézni egy könyvet azon a polcon. Melyik könyvet szeretné? Az autókról szóló könyvet. Egy pillanat, kérem. Ez az? Pontosan. Parancsoljon. Mit szeretné rendelni? Ez a pizza finomnak néz ki. Ezt kérek. Én tegnap ettem pizzát, úgyhogy... Akkor mit szólsz ehhez a hamburgerhez? Jól hangzik, ezt kérek. Mit szeretnél rendelni? Ez a pizza finomnak néz ki. Ezt kérek. Én tegnap ettem pizzát, úgyhogy... Akkor mit szólsz ehhez a hamburgerhez? Jól hangzik, ezt kérek. Halló, miben segíthetek? Meddig vannak nyitva ma? 6 óráig. De 5:30 előtt jöjjön, kérem. Rendben. Halló, miben segíthetek? Meddig vannak nyitva ma? 6 óráig. De 5:30 előtt jöjjön, kérem. Rendben. Ma nagyon jó idő volt. Ezen a délutánon elmentem egy uszodába, és este elmentem megnézni egy filmet. Reggel még tanultam is. Ez egy nagyon jó nap volt. Ma nagyon jó idő volt. Ezen a délutánon elmentem egy uszodába, és este elmentem megnézni egy filmet. Reggel még tanultam is. Ez egy nagyon jó nap volt. Ez a fiad foci csapatának a fényképe, ugye? Melyik a te fiad? Ez az. Ó, ő a legmagasabb a csapatban. Magasabb nálam. Ez a fiad foci csapatának a fényképe, ugye? Melyik a te fiad? Ez az. Ó, ő a legmagasabb a csapatban. Magasabb nálam. Nem megyünk el megnézni egy filmet jövő szombaton? De. Nagyszerű lenne. De reggel dolgoznom kell. Mikor végzel a munkáddal? 2 órakor. Akkor találkozzunk a kávézóban 3 órakor, és nézzünk meg egy filmet 4 órától. Rendben. Nem megyünk el megnézni egy filmet jövő szombaton? De. Nagyszerű lenne. De reggel dolgoznom kell. Mikor végzel a munkáddal? 2 órakor. Akkor találkozzunk a kávézóban 3 órakor, és nézzünk meg egy filmet 4 órától. Rendben. Mit gondol, melyik ing a jobb, a fehér vagy a kék? Nos, szerintem a kék jó. Az jól megy a szürke kabátjához. Úgy gondolja? De az nem megy a piros nyakkendőmhöz, vagy? Hát, igen. Egyetértek. Rendben, akkor a fehéret kérem, nem a kéket. Mit gondol, melyik ing a jobb, a fehér vagy a kék? Nos, szerintem a kék jó. Az jól megy a szürke kabátjához. Úgy gondolja? De az nem megy a piros nyakkendőmhöz, vagy? Hát, igen. Egyetértek. Rendben, akkor a fehéret kérem, nem a kéket. Elnézést, kaphatnék egy különleges hamburger menüt? Természetesen. Kérem, válasszon. Sült krumplit vagy salátát szeretne? Salátát legyen szíves. Rendben. Válasszon italt, kérem. Kólát kérek. Elnézést, kaphatnék egy különleges hamburger menüt? Természetesen. Kérem, válasszon. Sült krumplit vagy salátát szeretne? Salátát legyen szíves. Rendben. Válasszon italt, kérem. Kólát kérek. Ma süteményt fogunk csinálni. Először is keverjük össze a vajat és a cukrot. Azután adjunk hozzá 2 tojást, és alaposan keverjük össze. Adjunk hozzá lisztet, és könnyedén keverjük össze. Tegyük be a sütőbe, és süssük 50 percig. És már kész is. Ma süteményt fogunk csinálni. Először is keverjük össze a vajat és a cukrot. Azután adjunk hozzá 2 tojást, és alaposan keverjük össze. Adjunk hozzá lisztet, és könnyedén keverjük össze. Tegyük be a sütőbe, és süssük 50 percig. És már kész is. Mit akarsz ma csinálni? El akarok menni megnézni egy filmet. Oké, én meg akarok nézni egy baseball meccset a tévében. És még vásárolni is akarok menni. A baseball meccs délután 1-kor kezdődik. Oké, először nézzük meg a filmet, és aztán te meg tudod nézni a baseball meccset. Rendben, aztán este elmegyünk vásárolni. Mit akarsz ma csinálni? El akarok menni megnézni egy filmet. Oké, én meg akarok nézni egy baseball meccset a tévében. És még vásárolni is akarok menni. A baseball meccs délután 1-kor kezdődik. Oké, először nézzük meg a filmet, és aztán te meg tudod nézni a baseball meccset. Rendben, aztán este elmegyünk vásárolni. Nem igazán értettem mindent a mai tanórán. Tényleg? Van valami kérdésed? Igen, elég sok kérdésem van. Van most ideje? Egy kicsit most el vagyok foglalva. Gyere kérlek délután az irodámba. Délután 1 órától 4 óráig ott vagyok. Rendben. Délután 2 órára ott leszek. Köszönöm. Nem igazán értettem mindent a mai tanórán. Tényleg? Van valami kérdésed? Igen, elég sok kérdésem van. Van most ideje? Egy kicsit most el vagyok foglalva. Gyere kérlek délután az irodámba. Délután 1 órától 4 óráig ott vagyok. Rendben. Délután 2 órára ott leszek. Köszönöm. Szeretne kávét vagy desszertet az étkezés után? Milyen desszertjeik vannak? Van pudingunk és almáspiténk. Tulajdonképpen csak egy kávét kérnék. Szeretne cukrot vagy tejet? Tejjel hozzá kérem. Szeretne kávét vagy desszertet az étkezés után? Milyen desszertjeik vannak? Van pudingunk és almáspiténk. Tulajdonképpen csak egy kávét kérnék. Szeretne cukrot vagy tejet? Tejjel hozzá kérem. Szia! Bocsánat, de 30 percet késni fogok. Oké, a kávézóban várlak. Melyik kávézóban? A könyvesbolt mellett van, és van ott egy pékség az utca túlsó oldalán. Rendben. Szia! Bocsánat, de 30 percet késni fogok. Oké, a kávézóban várlak. Melyik kávézóban? A könyvesbolt mellett van, és van ott egy pékség az utca túlsó oldalán. Rendben. Megtervezted már a nyári vakációdat? Még nem, de azon gondolkodom, hogy a tengerhez vagy a hegyekbe megyek. Én a barátaimmal a tengerhez megyek szörfözni. Az jó. Miért nem jössz velünk? Az jó szórakozás lenne. Tudod mit? Elmegyek veletek. Megtervezted már a nyári vakációdat? Még nem, de azon gondolkodom, hogy a tengerhez vagy a hegyekbe megyek. Én a barátaimmal a tengerhez megyek szörfözni. Az jó. Miért nem jössz velünk? Az jó szórakozás lenne. Tudod mit? Elmegyek veletek. Ó, éhes vagyok. Reggeliztél? Igen, de csak egy keveset. Mit ettél? Joghurtot és kávét. Az nem túl sok. Kenyeret és gyümölcsöt is kellene enned. Éhes vagyok. Reggeliztél? Igen, De csak egy keveset. Mit ettél? Joghurtot és kávét. Az nem túl sok. Kenyeret és gyümölcsöt is kellene enned. Elnézést. Hol van a gyerekruha osztály? Az 5. és a 6. emeleten. Kisbaba ruháik is vannak? Igen, a 6. emeleten többféle babaruházat kapható. Köszönöm. Megyek és megnézem ott. Elnézést. Hol van a gyerekruha osztály? Az 5. és a 6. emeleten. Kisbaba ruháik is vannak? Igen, a 6. emeleten többféle babaruházat kapható. Köszönöm. Megyek és megnézem ott. Nem sokára születésnapod lesz. Igen, holnap után. Hány éves leszel? 60 éves leszek. Gratulálok. Ünnepeljük meg. Köszönöm, nagyon kedves. Nem sokára születésnapod lesz. Igen, holnap után. Hány éves leszel? 60 éves leszek. Gratulálok. Ünnepeljük meg. Köszönöm, nagyon kedves. A kék szoknya és a fehér szoknya mindkettő tetszik. Igen, a fehér szoknyából sokat eladtunk. A kék egy kicsit drága. Igen, de nagyon jól áll önnek. Sajnos nem engedhetem meg magamnak mindkettőt. A fehéret megveszem. Rendben, köszönjük. A kék szoknya és a fehér szoknya mindkettő tetszik. Igen, a fehér szoknyából sokat eladtunk. A kék egy kicsit drága. Igen, de nagyon jól áll önnek. Sajnos nem engedhetem meg magamnak mindkettőt. A fehéret megveszem. Rendben, köszönjük. Holnap lesz a buli. Ki jön a buliba? Mi ketten, 2 barátom és a tanár. Az összesen 5. Ja, a tanár a feleségével jön. Rendben. Holnap lesz a buli. Ki jön a buliba? Mi ketten, 2 barátom és a tanár. Az összesen 5. Ja, a tanár a feleségével jön. Rendben. Elég nagy ez az ágy. Igen, az ajtó mellé nem fér be. Rakjuk a szoba végébe. Rakjuk középre? Nem, rakjuk a sarokba. Oké, az jó lesz. Segítesz felemelni? Elég nagy ez az ágy. Igen, az ajtó mellé nem fér be. Rakjuk a szoba végébe. Rakjuk középre? Nem, rakjuk a sarokba. Oké, az jó lesz. Segítesz felemelni? Want to speak real Hungarian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HungarianPod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Segíthetek? A feleségemnek keresek születésnapi ajándékot. Mit ajánl? Lássuk, mit szólna ehhez a nyaklánchoz? Kicsit hosszúnak tűnik. És ez itt milyen? Van egy virág alakú medállal és egy másik szív alakúval. Valami kifinomultabbat keresek. Mennyibe kerül az a gyöngysor ott? Az $5000. Az túl drága. Rendben, az elsőt kérem. Természetesen. Parancsoljon. Segíthetek? A feleségemnek keresek születésnapi ajándékot. Mit ajánl? Lássuk, mit szólna ehhez a nyaklánchoz? Kicsit hosszúnak tűnik. És ez itt milyen? Van egy virág alakú medállal és egy másik szív alakúval. Valami kifinomultabbat keresek. Mennyibe kerül az a gyöngysor ott? Az $5000. Az túl drága. Rendben, az elsőt kérem. Természetesen. Parancsoljon. Hova rakjuk az új nyomtatót? Szerintem oda kellene raknunk, ahol a régi van most. De a régi még működik. Azt is fogjuk még használni. Rendben, tehát nem rakhatjuk oda az újat. Sajnálatos. Jó lenne, ha az új ott lenne a könyvespolcon az ajtó mellett, de ott csak egynek van hely. Rendben, akkor szerintem a szoba másik felébe kellene raknunk. Igaz. Milyen lenne az ablak mellett? Jól hangzik. Hova rakjuk az új nyomtatót? Szerintem oda kellene raknunk, ahol a régi van most. De a régi még működik. Azt is fogjuk még használni. Rendben. Tehát nem rakhatjuk oda az újat. Sajnálatos. Jó lenne, ha az új ott lenne a könyvespolcon az ajtó mellett, de ott csak egynek van hely. Rendben, akkor szerintem a szoba másik felébe kellene raknunk. Igaz. Milyen lenne az ablak mellett? Jól hangzik. Szia, megyek haza. Rendben. Tudnál vásárolni útközben? Persze. Mit akarsz, hogy vegyek? Kellene egy kis tej és kenyér a holnapi reggelihez. Tej és kenyér, megvan. Hány doboz tej? Egy elég lesz. Rendben. Még valami? Egy másodperc. Hadd nézzem meg, van-e vajunk. Oké, van valamennyi. Rendben. Maradt valamennyi sörünk? Igen, van még itt egy üveg. Oké, tehát akkor most nem kell venni. Így van, rendben vagyunk. Köszönöm. Szia, megyek haza. Rendben. Tudnál vásárolni útközben? Persze. Mit akarsz, hogy vegyek? Kellene egy kis tej és kenyér a holnapi reggelihez. Tej és kenyér, megvan. Hány doboz tej? Egy elég lesz. Rendben. Még valami? Egy másodperc. Hadd nézzem meg, van-e vajunk. Oké, van valamennyi. Rendben. Maradt valamennyi sörünk? Igen, van még itt egy üveg. Oké, tehát akkor most nem kell venni. Így van, rendben vagyunk. Köszönöm. Egész reggel napos időnk lesz. Délután viszont befelhősödik az ég, és éjszaka esni fog az eső. Egész éjjel folytatódik az eső kora reggelig, amikor újra előbújik a nap. Egész reggel napos időnk lesz. Délután viszont befelhősödik az ég, és éjszaka esni fog az eső. Egész éjjel folytatódik az eső kora reggelig, amikor újra előbújik a nap. Új terveink vannak a vállalat cégkártyájához. Szerinted melyik a legjobb? Nézzük! Szerintem a cégnév nagyobb kellene, hogy legyen. Rendben, akkor ezek közül kellene, hogy legyen. Pontosan. Ez tetszik, mert a cégnév nagy és felül van. Ezen van hely egy fényképnek. Mit gondolsz? Szerintem ez nagyon lekicsinyíti a szöveget. Igaz, kicsit nehezen lehetne olvasni a szöveget, ha van fénykép. Rendben, akkor maradjunk a másiknál. Új terveink vannak a vállalat cégkártyájához. Szerinted melyik a legjobb? Nézzük! Szerintem a cégnév nagyobb kellene, hogy legyen. Rendben, akkor ezek közül kellene, hogy legyen. Pontosan. Ez tetszik, mert a cégnév nagy és felül van. Ezen van hely egy fényképnek. Mit gondolsz? Szerintem ez nagyon lekicsinyíti a szöveget. Igaz, kicsit nehezen lehetne olvasni a szöveget, ha van fénykép. Rendben, akkor maradjunk a másiknál. Elnézést! Nem tudja, hogy van-e buszmegálló itt a közelben? Igen, van. Először menjen egyenesen, és forduljon jobbra a második közlekedési lámpánál. Azután forduljon balra a sarkon a könyvesboltnál, és látni fog egy bankot. A buszmegálló a bank előtt van. Értem. Köszönöm szépen. Elnézést. Nem tudja, hogy van-e buszmegálló itt a közelben? Igen, van. Először menjen egyenesen, és forduljon jobbra a második közlekedési lámpánál. Azután forduljon balra a sarkon a könyvesboltnál, és látni fog egy bankot. A buszmegálló a bank előtt van. Értem. Köszönöm szépen. Lesz egy megbeszélésünk Michael-lel a New York irodánkból ma délután. Nem tudja, hogy maradt-e valami innivalónk? Van valamennyi kávénk. Michael nem iszik kávét. Van palackozott vízünk? Igen. Azt hiszem, maradt valamennyi. Kiváló, nagyon jó. Ön szeretne valamit? Nekem is ugyanaz jó lesz. Lesz egy megbeszélésünk Michael-lel a New York irodánkból ma délután. Nem tudja, hogy maradt-e valami innivalónk? Van valamennyi kávénk. Michael nem iszik kávét. Van palackozott vízünk? Igen. Azt hiszem, maradt valamennyi. Kiváló, nagyon jó. Ön szeretne valamit? Nekem is ugyanaz jó lesz. Elnézést. Egy igazán könnyű számítógépet keresek. Rendben. Mit szól ehhez? Ez nagyon vékony és könnyű. Ez jól néz ki. És lehet ezen a számítógépen DVD-t nézni? Attól tartok, hogy nem. Azon tud DVD-t nézni, de ez kicsit nagyobb és nehezebb. Igen. Ez túl nehéz. Az elsőt kérném szépen. Köszönöm szépen. 3 szín közül választhat. Fehér, fekete vagy ezüst. A feketét kérném. Elnézést. Egy igazán könnyű számítógépet keresek. Rendben. Mit szól ehhez? Ez nagyon vékony és könnyű. Ez jól néz ki. És lehet ezen a számítógépen DVD-t nézni? Attól tartok, hogy nem. Azon tud DVD-t nézni, de ez kicsit nagyobb és nehezebb. Igen. Ez túl nehéz. Az elsőt kérném szépen. Köszönöm szépen. 3 szín közül választhat. Fehér, fekete vagy ezüst. A feketét kérném. A jövő héten elutazik, ugye? Igen, kedden Londonba megyek, és ott maradok 2 éjszakát. Utána megy Párizsba? Igen, csütörtökön megyek Párizsba, ott maradok éjszakára, és utána jövök haza. Tehát akkor tud csatlakozni szombaton a megbeszéléshez, ugye? Igen, tudok. A jövő héten elutazik, ugye? Igen, kedden Londonba megyek, és ott maradok 2 éjszakát. Utána megy Párizsba? Igen, csütörtökön megyek Párizsba, ott maradok éjszakára, és utána jövök haza. Tehát akkor tud csatlakozni szombaton a megbeszéléshez, ugye? Igen, tudok. Köszönjük a hívását. Ez a pizzaállomás. Szia, rendelhetnék egy fokhagymás paradicsomos pizzát? Egy fokhagymás paradicsomos pizza. Rendben. Mekkorát? Nagy méretűt kérnék, és kérlek, vágjátok fel 8 szeletbe. Természetesen. Szeretnél még valamit? Igen, kérnék még 4 kenyérrudacskát és 2 doboz kólát. Rendben. Körülbelül 40 perc múlva szállítjuk. Köszönjük a hívását. Ez a pizzaállomás. Szia, rendelhetnék egy fokhagymás paradicsomos pizzát? Egy fokhagymás paradicsomos pizza. Rendben. Mekkorát? Nagy méretűt kérnék, és kérlek, vágjátok fel 8 szeletbe. Természetesen. Szeretnél még valamit? Igen, kérnék még 4 kenyérrudacskát és 2 doboz kólát. Rendben. Körülbelül 40 perc múlva szállítjuk. Elnézést, hány óráig vannak nyitva? Este 11 óráig vagyunk nyitva, de 10 órakor van az utolsó rendelés. Ó, nagyszerű! Azt hittem, hogy már be vannak zárva ilyen későn. Régebben este 10 órakor zártunk, de meghosszabbítottuk a nyitvatartási időt. Á, értem. De vasárnap 9 órakor zárunk. Rendben, értem. Elnézést, hány óráig vannak nyitva? Este 11 óráig vagyunk nyitva, de 10 órakor van az utolsó rendelés. Ó, nagyszerű! Azt hittem, hogy már be vannak zárva ilyen későn. Régebben este 10 órakor zártunk, de meghosszabbítottuk a nyitvatartási időt. Á, értem. De vasárnap 9 órakor zárunk. Rendben, értem. Nézd! Mit gondolsz erről a porszívóról? Szerintem jól néz ki. Megrendeled? Igen. 3 vagy 4 nap, amíg kiszállítják. Meg kellene adnunk a dátumot. Mit szólsz jövő szombathoz? Szombaton korán reggel teniszezni megyünk. Az igaz, akkor legyen vasárnap. Legyen. És pénteken este próbálj meg korán hazaérni, mert szombaton reggel korán kelünk. Tudom. Nézd, mit gondolsz erről a porszívóról? Szerintem jól néz ki. Megrendeled? Igen. 3 vagy 4 nap, amíg kiszállítják. Meg kellene adnunk a dátumot. Mit szólsz jövő szombathoz? Szombaton korán reggel teniszezni megyünk. Az igaz, akkor legyen vasárnap. Legyen. És pénteken este próbálj meg korán hazaérni, mert szombaton reggel korán kelünk. Tudom. Rendben van. Adok önnek 3 gyógyszert. Minden nap vacsora után vegye be őket, kérem. Értem. 2 kellene bevenni a kerek tablettából, 1 kapszulát és 1 adagot a por alakú gyógyszerből egyszerre. Rendben. 3 napos kúrára elegendő gyógyszert adok önnek. Kérem, jöjjön vissza 3 nap múlva, ha nem javult. Rendben. Köszönöm szépen. Jobbulást! Rendben van. Adok önnek 3 gyógyszert. Minden nap vacsora után vegye be őket, kérem. Értem. 2 kellene bevenni a kerek tablettából, 1 kapszulát és 1 adagot a por alakú gyógyszerből egyszerre. Rendben. 3 napos kúrára elegendő gyógyszert adok önnek. Kérem, jöjjön vissza 3 nap múlva, ha nem javult. Rendben. Köszönöm szépen. Jobbulást! Nem jössz el hozzánk látogatóba valamikor a közeljövőben? Nagyszerű lenne, de tudod, egy kicsit ideges vagyok. Szeretnék egy kicsit többet megtudni a családodról, mielőtt találkozom velük. Értem, lássuk csak. Apám irodai dolgozó, és a hobbija a horgászás. Anyukám háztartásbeli, és nagyszerűen tud főzni. Vannak testvéreid? Igen, van egy nővérem és egy öcsém. A nővérem házas és külföldön él a családjával, az öcsém pedig középiskolás és minden este későn jön haza. Kedves családod van. Szívesen találkoznék és beszélgetnék velük. Nem jössz el hozzánk látogatóba valamikor a közeljövőben? Nagyszerű lenne, de tudod, egy kicsit ideges vagyok. Szeretnék egy kicsit többet megtudni a családodról, mielőtt találkozom velük. Értem, lássuk csak. Apám irodai dolgozó, és a hobbija a horgászás. Anyukám háztartásbeli, és nagyszerűen tud főzni. Vannak testvéreid? Igen, van egy nővérem és egy öcsém. A nővérem házas, és külföldön él a családjával. Az öcsém pedig középiskolás, és minden este későn jön haza. Kedves családod van. Szívesen találkoznék és beszélgetnék velük. Jó napot! Szemüveget keres? Igen. Mostanában elég sokat romlott a szemem. Értem. Azt a formát részesíti előnyben, amilyen szemüvege most is van, vagy kipróbálna valami újat? Igazából már nagyon régóta szögletes szemüveget viselek. Szívesen kipróbálnék valami másmilyen modellt. Nézzük. Mit szól ezekhez a kerek fazonokhoz? Nem tudom. Nem igazán megy az arcomhoz. Szerintem maradok a mostani formánál. Van valamilyen fekete keretük? Természetesen. Ehhez mit szól? Ez tetszik. Ezt kérném szépen. Jó napot! Szemüveget keres? Igen. Mostanában elég sokat romlott a szemem. Értem. Azt a formát részesíti előnyben, amilyen szemüvege most is van, vagy kipróbálna valami újat? Igazából már nagyon régóta szögletes szemüveget viselek. Szívesen kipróbálnék valami másmilyen modellt. Nézzük. Mit szól ezekhez a kerek fazonokhoz? Nem tudom. Nem igazán megy az arcomhoz. Szerintem maradok a mostani formánál. Van valamilyen fekete keretük? Természetesen. Ehhez mit szól? Ez tetszik. Ezt kérném szépen. Elnézést, de szeretném lemondani a mai időpontomat. Semmi gond. Szeretné megváltoztatni egy másik időpontra? Igen. Lehet most szombaton? Reggel lenne a legjobb. Sajnos a most szombat teljesen betelt. Jövő hét szombatra van szabad időpont. Az túl késő. Esetleg csütörtök késő délután? Igen. Van egy 5 órai és egy 6 órai időpont. Akkor legyen 6 óra. Rendben, várom. Elnézést, de szeretném lemondani a mai időpontomat. Semmi gond. Szeretné megváltoztatni egy másik időpontra? Igen, lehet most szombaton? Reggel lenne a legjobb. Sajnos a most szombat teljesen betelt. Jövő hét szombatra van szabad időpont. Az túl késő. Esetleg csütörtök késő délután? Igen. Van egy 5 órai és egy 6 órai időpont. Akkor legyen 6 óra. Rendben, várom. Már alig várom a szombati bulit. Én is. 12 órától lehet jönni. Oké. Az 1018-as lakásban laksz, ugye? Így van. Az épületben 2 lépcsőház van. Keleti és nyugati. Az enyém a keleti lépcsőház, 1018-as lakás. Értem. Kérlek, hívd fel, ha bármi kérdésed van. Mindenképp. Köszönöm. Már alig várom a szombati bulit. Én is. 12 órától lehet jönni. Oké. Az 1018-as lakásban laksz, ugye? Így van. Az épületben 2 lépcsőház van. Keleti és nyugati. Az enyém a keleti lépcsőház, 1018-as lakás. Értem. Kérlek, hívd fel, ha bármi kérdésed van. Mindenképp. Köszönöm. Jó napot! Miben segíthetek? Ezeket a DVD-ket szeretném kikölcsönözni. Összesen 3. Ha 5-öt kölcsönöz ki, kap kedvezményt. Tényleg? Nincs annyi időm, hogy mindet megnézzem. Elég lesz 3. Most ajánlunk egy különleges kedvezményt. Így egy héttel meghosszabbíthatja a kölcsönzést. Tényleg? Akkor kérem a másik 2-t is. Jó napot! Miben segíthetek? Ezeket a DVD-ket szeretném kikölcsönözni. Összesen 3. Ha 5-öt kölcsönöz ki, kap kedvezményt. Tényleg? Nincs annyi időm, hogy mindet megnézzem. Elég lesz 3. Most ajánlunk egy különleges kedvezményt. Így egy héttel meghosszabbíthatja a kölcsönzést. Tényleg? Akkor kérem a másik 2-t is. Te tudod, mennyi az idő? Sajnálom. Ma elfelejtettem órát hozni. Vagy úgy. Aggódom, hogy elérjük-e a vonatot. Az állomás bejáratánál van 1 óra. Az jó. Jaj ne, 5 perc múlva jön a vonat. Ez a 10 órás vonat, ugye? Igen, siessünk. Tudod, mennyi az idő? Sajnálom. Ma elfelejtettem órát hozni. Vagy úgy. Aggódom, hogy elérjük-e a vonatot. Az állomás bejáratánál van 1 óra. Az jó. Jaj ne, 5 perc múlva jön a vonat. Ez a 10 órás vonat, ugye? Igen, siessünk. Van még helyük a holnap esti járatra? Egy pillanat, kérem. A turista osztályra? Igen. Köszönöm a türelmét. Igen, van még néhány helyünk. De jó, közlekedő melletti ülőhelyet szeretnék. Sajnos minden közlekedő melletti hely betelt. Értem, de nem szeretnék középen ülni. Akkor ablak melletti hely megfelel? Igen, azt kérném. Van még helyük a holnap esti járatra? Egy pillanat, kérem. A turista osztályra? Igen. Köszönöm a türelmét. Igen, van még néhány helyünk. De jó, közlekedő melletti ülőhelyet szeretnék. Sajnos minden közlekedő melletti hely betelt. Értem, de nem szeretnék középen ülni. Akkor ablak melletti hely megfelel? Igen, azt kérném. Want to speak real Hungarian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HungarianPod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice, one version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Mit szólsz ehhez? Ennek szép nagy nappalija van. Szeretem a nagy nappalit, de parkolót szeretnék. Nézzük, ehhez mit szólsz? Igen, ez jó. Megnézzük ezt. Várj egy pillanatot. Nem túl kicsi a beépített szekrény? Jó meglátás. Egyik sem látszik tökéletesnek. Várj csak, ehhez mit szólsz? Ebben minden van, ami nekünk kell, igaz? És a beépített szekrény is meglehetősen nagy. Nézzük meg ezt. Rendben. A férj és a feleség alaprajzokat néznek. Melyik lakást fogják megnézni? Mit szólsz ehhez? Ennek szép nagy nappalija van. Szeretem a nagy nappalit, de parkolót szeretnék. Nézzük, ehhez mit szólsz? Igen, ez jó. Megnézzük ezt. Várj egy pillanatot. Nem túl kicsi a beépített szekrény? Jó meglátás. Egyik sem látszik tökéletesnek. Várj csak, ehhez mit szólsz? Ebben minden van, ami nekünk kell, igaz? És a beépített szekrény is meglehetősen nagy. Nézzük meg ezt. Rendben. Tengerpartszálloda. Miben segíthetek? Halló, egy szobát szeretnék szeptember 22-én egy éjszakára. Természetesen. Egy éjszaka szeptember 22-én. Hány személyre? 2. Dohányzó vagy nem dohányzó szobát szeretne, uram? Nem dohányzót. Az egyetlen nem dohányzó szabad szoba arra a napra a hegyekre néző szoba. Az megfelelő? Tulajdonképpen óceánra néző szobát reméltem. Elnézést, de az egyetlen óceánra néző szabad szobánk arra a napra dohányzó szoba. Értem. Van nem dohányzó, óceánra néző szabad szoba szeptember 23-án? Igen, van. Rendben, akkor szeptember 23-án megyünk. Egy férfi szobát foglal egy szállodában. Melyik szobában fog megszállni? Tengerpartszálloda. Miben segíthetek? Halló, egy szobát szeretnék szeptember 22-én egy éjszakára. Természetesen. Egy éjszaka szeptember 22-én. Hány személyre? 2. Dohányzó vagy nem dohányzó szobát szeretne, uram? Nem dohányzót. Az egyetlen nem dohányzó szabad szoba arra a napra a hegyekre néző szoba. Az megfelelő? Tulajdonképpen óceánra néző szobát reméltem. Elnézést, de az egyetlen óceánra néző szabad szobánk arra a napra dohányzó szoba. Értem. Van nem dohányzó, óceánra néző szabad szoba szeptember 23-án? Igen, van. Rendben, akkor szeptember 23-án megyünk. Hello, segíthetek? Hello, 3 órára van foglalásom Ricsi névre. Ó, igen, üdvözlöm, hölgyem. Erre jöjjön, kérem. Mit tehetek Mojnért? Meg szeretném kicsit változtatni a frizurámat. Rendben, milyen hosszúra szeretné? Nagyjából vállig érőre. Rendben van, és mi legyen a frufrujával? A fufrut hagyja meg. Egyenesen lefele, vagy elválasztva oldalra? Egy kicsit oldalra. Melyik oldalra? Talán a közepétől egy kicsit balra. Értem. Hajmosással kezdünk, tehát erre jöjjön, kérem. Egy nő a fodrászával beszél. Hogyan szeretné megváltoztatni a haját? Hello, segíthetek? Hello, 3 órára van foglalásom Ricsi névre. Ó, igen, üdvözlöm, hölgyem. Erre jöjjön, kérem. Mit tehetek Mojnért? Meg szeretném kicsit változtatni a frizurámat. Rendben, milyen hosszúra szeretné? Nagyjából vállig érőre. Rendben van, és mi legyen a frufrujával? A fufrut hagyja meg. Egyenesen lefele, vagy elválasztva oldalra? Egy kicsit oldalra. Melyik oldalra? Talán a közepétől egy kicsit balra. Értem. Hajmosással kezdünk, tehát erre jöjjön, kérem. Figyelj, mit gondolsz erről a munkáról? Elég magas az órabér. Az igaz, hogy a fizetés jól néz ki, de tényleg végig tudnál csinálni egy újságkihordási útvonalat? Persze. Jó vagyok biciklizésben. Csak egy kicsit aggódok a koránkelés miatt. Ez milyen? A fizetés nem olyan magas, de 2 vagy 3 napot tudsz dolgozni egy héten, és a munka este kezdődik. És ez? Pénztáros egy bevásárlóközpontban, na? Tulajdonképpen jó lenne iskola után dolgozni. Ez a kávézós is jó lehet. Ó, igen. Szeretem azt a helyet. És útba esik iskolába menet. Nem rossz, mi? Melyikre jelentkezzek? Melyik 2 közül? A kávézó és az újságkihordás? Igen, a fizetés az újságkihordásért nagyon jó. Rendben, elhatároztam magam. Szerintem csak korán kell majd kelnem. Egy diákfiú és egy diáklány álláshirdetéseket néznek. Melyik munkára fog a diáklány jelentkezni? Figyelj, mit gondolsz erről a munkáról? Elég magas az órabér. Az igaz, hogy a fizetés jól néz ki, de tényleg végig tudnál csinálni egy újságkihordási útvonalat? Persze. Jó vagyok biciklizésben. Csak egy kicsit aggódok a koránkelés miatt. Ez milyen? A fizetés nem olyan magas, de 2 vagy 3 napot tudsz dolgozni egy héten, és a munka este kezdődik. És ez? Pénztáros egy bevásárlóközpontban, na? Tulajdonképpen jó lenne iskola után dolgozni. Ez a kávézós is jó lehet. Ó, igen, szeretem azt a helyet, és útba esik iskolába menet. Nem rossz, mi? Melyikre jelentkezzek? Melyik 2 közül? A kávézó és az újságkihordás? Igen, a fizetés az újságkihordásért nagyon jó. Rendben, elhatároztam magam. Szerintem csak korán kell majd kelnem. Ez nagyon jól áll magán, és a méret is tökéletes. Igen, pont jó, de én általában egyszínűeket hordok. Nem vagyok hozzászokva az ilyenfajta mintákhoz. Minden esetre én úgy gondolom, hogy jól néz ki. Igen? Mégis nagy bátorság lenne tőlem, ha tényleg hordanám. Akkor mit szól ehhez? A minta sokkal visszafogottabb, és nem érződik majd olyan feltűnőnek. Igaza van. Hadd próbáljam fel azt. Csak tessék. Mit gondol, asszonyom? Ez sokkal jobban áll, mint az előző. Van hosszújú változat ebből a dizájnból? Igen, van. Köszönöm. Azt veszem meg. Egy nő felpróbál egy ruhát, és az eladóval beszélget. Melyik ruhát fogja megvenni? Ez nagyon jól áll magán, és a méret is tökéletes. Igen, pont jó, de én általában egyszínűeket hordok. Nem vagyok hozzászokva az ilyenfajta mintákhoz. Minden esetre én úgy gondolom, hogy jól néz ki. Igen? Mégis nagy bátorság lenne tőlem, ha tényleg hordanám. Akkor mit szól ehhez? A minta sokkal visszafogottabb, és nem érződik majd olyan feltűnőnek. Igaza van. Hadd próbáljam fel azt. Csak tessék. Mit gondol, asszonyom? Ez sokkal jobban áll, mint az előző. Van hosszújú változat ebből a dizájnból? Igen, van. Köszönöm. Azt veszem meg. Halló? Megtenne nekem egy szívességet? Van egy irat az íróasztalomon, és arra szeretném kérni, hogy vigye át az értékesítési osztályra. Természetesen. Melyik irat az? Azt hiszem, a kék borítékban van. Kék boríték. Nos, 2 kék boríték van az íróasztalán. Á, igaz. Van egy piros pecsét a boríték jobb tetején. A másik a zöld pecséttel azok az iratok, amiket kiosztunk a felvételi eligazításon. A piros pecséttel? Rendben, megvan. Nagyszerű. Tehát kérem, vigye át az értékesítési osztályra délután 13:00, és gondoskodjon róla, hogy személyesen az igazgatónak adja oda. Ugye ismeri őt? Igen. Néhányszor találkoztam, és beszéltem vele. Jó. Ja, és át tudná vinni a másik borítékot a felvételi osztályra? Igen, uram. Egy cég elnöke a titkárnőjével beszél telefonon. Melyik iratokat fogja a titkárnő az értékesítési osztályra vinni? Halló? Megtenne nekem egy szívességet? Van egy irat az íróasztalomon, és arra szeretném kérni, hogy vigye át az értékesítési osztályra. Természetesen. Melyik irat az? Azt hiszem, a kék borítékban van. Kék boríték. Nos, 2 kék boríték van az íróasztalán. Á, igaz. Van egy piros pecsét a boríték jobb tetején. A másik a zöld pecséttel azok az iratok, amiket kiosztunk a felvételi eligazításon. A piros pecséttel? Rendben, megvan. Nagyszerű. Tehát kérem, vigye át az értékesítési osztályra délután 13:00, és gondoskodjon róla, hogy személyesen az igazgatónak adja oda. Ugye ismeri őt? Igen. Néhányszor találkoztam, és beszéltem vele. Jó. Ja, és át tudná vinni a másik borítékot a felvételi osztályra? Igen, uram. Halló, miben segíthetek? Nemrég ott ebédeltem, és azt hiszem, hogy ott felejtettem a sálamat. Az asztalnál felejtette a sáját? Emlékszik rá, hogy hol ült? Megyek és megnézem. Az étterem hátsó részén volt. A dohányzó vagy a nem dohányzó részen volt? A nem dohányzóban. A pultnál ült vagy asztalnál? Egy 4 személyes asztalnál ültem. Rendben, megyek megnézem. Várjon egy pillanatot. Köszönöm szépen. Egy nő egy étteremnek telefonál. Melyik asztalnál ebédelt a nő? Halló, miben segíthetek? Nemrég ott ebédeltem, és azt hiszem, hogy ott felejtettem a sálamat. Az asztalnál felejtette a sáját? Emlékszik rá, hogy hol ült? Megyek és megnézem. Az étterem hátsó részén volt. A dohányzó vagy a nem dohányzó részen volt? A nem dohányzóban. A pultnál ült vagy asztalnál? Egy 4 személyes asztalnál ültem. Rendben, megyek megnézem. Várjon egy pillanatot. Köszönöm szépen. Elnézést, lakáskeresek ezen a környéken. Tudna nekem mutatni néhány alaprajzot? Természetesen. Egy személy részére? Nem, a feleségemmel együtt. Szeretnék egy nappalit, egy hálószobát és egy dolgozószobát. Rendben. Mit szól ehhez? 2 szoba plusz egy nappali. Ám bár ez lehet, hogy kicsit hangos, mert egy nagy út mellett helyezkedik el. Értem. Általában otthon dolgozom, tehát egy csendes helyre lenne szükségem. És jobban szeretném, ha a nappali négyzet alakú lenne. Nos, ehhez mit szól? Igaz, kicsit messze van az állomástól, de egy csendes lakóövezetben fekszik. 2 szoba van és a nappali, de az egyik szoba kicsit keskeny. Nincs sok cuccunk, így lehet, hogy ez is elég lenne nekünk. Tudunk még mutatni egy lakást 2 nagy szobával, de az sokkal messzebb van az állomástól. Nem, köszönöm. A másodikat szeretném megnézni, amit mutatott. Egy ember lakást keres. Melyik lakást fogja választani? Elnézést, lakást keresek ezen a környéken. Tudna nekem mutatni néhány alaprajzot? Természetesen. Egy személy részére? Nem, a feleségemmel együtt. Szeretnék egy nappalit, egy hálószobát és egy dolgozószobát. Rendben. Mit szól ehhez? 2 szoba plusz egy nappali. Ám bár ez lehet, hogy kicsit hangos, mert egy nagy út mellett helyezkedik el. Értem. Általában otthon dolgozom, tehát egy csendes helyre lenne szükségem. És jobban szeretném, ha a nappali négyzet alakú lenne. Nos, ehhez mit szól? Igaz, kicsit messze van az állomástól, de egy csendes lakóövezetben fekszik. 2 szoba van és a nappali, de az egyik szoba kicsit keskeny. Nincs sok cuccunk, így lehet, hogy ez is elég lenne nekünk. Tudunk még mutatni egy lakást 2 nagy szobával, de az sokkal messzebb van az állomástól. Nem, köszönöm. A másodikat szeretném megnézni, amit mutatott. Elnézést, egy születésnapi tortát szeretnék rendelni a lányomnak. Nagyszerű. Meg tudnám mondani, hogy milyen tortát keres? A lányom szereti a csokoládét, így azt hiszem, csoki torta jó lenne. És tudnának rá tenni epret? Teljes mértékben. Van kerek és 4 szögletes tortánk. Melyiket szeretné? A kereket kérem. Rendben. Hány éves lesz a lánya? 12. Rendben, akkor előkészítünk 12 gyertyát. Szeretne valamilyen üzenetet? Igen. Kérem, írják rá, hogy Happy Birthday. Rendben van. És rózsaszínnel szeretné, hogy írjuk? Ha igen, akkor fehér tányérra tesszük. Máskülönben írhatjuk fehérrel is, és akkor rózsaszín tányérra tesszük. Kérem, rózsaszínnel írják, és tegyék fehér tányérra. Egy nő születésnapi tortát rendel. Melyik tortát fogja megrendelni? Elnézést, egy születésnapi tortát szeretnék rendelni a lányomnak. Nagyszerű. Meg tudnám mondani, hogy milyen tortát keres? A lányom szereti a csokoládét, így azt hiszem, csoki torta jó lenne. És tudnának rá tenni epret? Teljes mértékben. Van kerek és 4 szögletes tortánk. Melyiket szeretné? A kereket kérem. Rendben. Hány éves lesz a lánya? 12. Rendben, akkor előkészítünk 12 gyertyát. Szeretne valamilyen üzenetet? Igen. Kérem, írják rá, hogy Happy Birthday. Rendben van. És rózsaszínnel szeretné, hogy írjuk? Ha igen, akkor fehér tányérra tesszük. Máskülönben írhatjuk fehérrel is, és akkor rózsaszín tányérra tesszük. Kérem, rózsaszínnel írják, és tegyék fehér tányérra. Szerintem el kellene döntenünk a költözés dátumát, és hívni egy költöztető céget. Igen, épp most néztem meg pár költöztető céget. Nem akarok egy csomó pénzt kifizetni. Egyetértek. Ez a vállalat ad bizonyos kedvezményeket, mint például 10%-ot elengednek, ha minimum 1 hónappal a költözés napja előtt megrendeljük. 1 hónappal előtte? Akkor december 15-e után kell költöznünk, hogy megkapjuk a kedvezményt. Igen, és van még egy további kedvezmény, ha hétköznapra foglalunk. Hétköznap? Van egy megbeszélésem hétfőn reggel, és a kiállítás kedden, szerdán van, tehát... Péntek jó lenne, mert akkor be tudnánk rendezni az új házat a hétvégén. Igen. Ó, Várj csak! Azt mondják, hétfőtől csütörtökig 15% kedvezmény, és pénteken 5% kedvezmény. Ó, akkor mit szeretnél, hogy legyen? Csináljuk meg, amilyen olcsón csak lehetséges. Különben is addigra már végzek a kiállítással. Egy férfi és egy nő a költözés időpontjáról beszélgetnek. Mikor költöznek? Szerintem el kellene döntenünk a költözés dátumát, és hívni egy költöztető céget. Igen, épp most néztem meg pár költöztető céget. Nem akarok egy csomó pénzt kifizetni. Egyetértek. Ez a vállalat ad bizonyos kedvezményeket, mint például 10%-ot elengednek, ha minimum 1 hónappal a költözés napja előtt megrendeljük. 1 hónappal előtte? Akkor december 15-e után kell költöznünk, hogy megkapjuk a kedvezményt. Igen, és van még egy további kedvezmény, ha hétköznapra foglalunk. Hétköznap? Van egy megbeszélésem hétfőn reggel, és a kiállítás kedden, szerdán van, tehát... Péntek jó lenne, mert akkor be tudnánk rendezni az új házat a hétvégén. Igen. Ó, várj csak! Azt mondják, hétfőtől csütörtökig 15% kedvezmény, és pénteken 5% kedvezmény. Ó, akkor mit szeretnél, hogy legyen? Csináljuk meg, amilyen olcsón csak lehetséges. Különben is addigra már végzek a kiállítással. Elnézést, ez az ink csak 3-as csomagban kapható? Egyesével is megveheti, de akkor sokkal drágább lesz darabja. Értem. Igazából nincs szükségem 3 ugyanolyan ingre. Mit csináljak? Ha megveszi ezt a 3-as csomag nyakkendőt is, akkor további kedvezményt tudunk adni az ingekre, és egy ing áráért 3-at kap. Tehát egy 3-as csomag nyakkendő ezért az árért, és a 3-as csomag ing 1 ing áráért, ugye? Így van. Rendben, majd odaadom valakinek a másik 2 inget. Köszönöm, uram. Ez most egy kivételes ajánlat. Egy férfi a kiárusítás alatt vásárol. Mit vesz, és hány darabot belőle? Elnézést, ez az ink csak 3-as csomagban kapható? Egyesével is megveheti, de akkor sokkal drágább lesz darabja. Értem. Igazából nincs szükségem 3 ugyanolyan ingre. Mit csináljak? Ha megveszi ezt a 3-as csomag nyakkendőt is, akkor további kedvezményt tudunk adni az ingekre, és egy ing áráért 3-at kap. Tehát egy 3-as csomag nyakkendő ezért az árért, és a 3-as csomag ing 1 ing áráért, ugye? Így van. Rendben, majd odaadom valakinek a másik 2 inget. Köszönöm, uram. Ez most egy kivételes ajánlat. Itt van a jelentés a múlt hónapban piacra dobott női táskákról. Először is a színek szerint a fekete volt a legnépszerűbb. Ezt követte a fehér és az égszínkék. A sárgából nem tudtunk túl sokat eladni. A sárga nem ment annyira? Értem. És mi a helyzet a formákkal? A nagyobb méretű táskákból többet eladtunk, mint a kisebb méretűekből. Azok a táskák voltak a legnépszerűbbek, amelyikbe az A4-es füzetek és magazinok is belefértek. Rendben. Ami a táskák füleit illeti, a bőr sokkal népszerűbb volt, mint a lánc. Értem. Úgy néz ki, hogy az elegáns stílus jobban fogy. Ez így van. Szerintem a következő kollekcióban visszafogottabb színeket kellene használnunk, mint például a bézs vagy a barna. Rendben, akkor a következő szín legyen a bézs. A sárga táskák gyártását le lehet állítani. Rendben. Egy nő a táska eladásokról tart jelentést. Melyik táskából adták el a legtöbbet? Itt van a jelentés a múlt hónapban piacra dobott női táskákról. Először is a színek szerint a fekete volt a legnépszerűbb. Ezt követte a fehér és az égszínkék. A sárgából nem tudtunk túl sokat eladni. A sárga nem ment annyira? Értem. És mi a helyzet a formákkal? A nagyobb méretű táskákból többet eladtunk, mint a kisebb méretűekből. Azok a táskák voltak a legnépszerűbbek, amelyikbe az A4-es füzetek és magazinok is belefértek. Rendben. Ami a táskák füleit illeti, a bőr sokkal népszerűbb volt, mint a lánc. Értem. Úgy néz ki, hogy az elegáns stílus jobban fogy. Ez így van. Szerintem a következő kollekcióban visszafogottabb színeket kellene használnunk, mint például a bézs vagy a barna. Rendben, akkor a következő szín legyen a bézs. A sárga táskák gyártását le lehet állítani. Rendben. Halló, egészségügyi szűrésre szeretnék bejelentkezni. Rendben, uram. Egészségügyi szűrés hétfőn, szerdán és szombaton van, eltérően a normál rendelési időtől. Melyik nap szeretne jönni? Most szombaton van szűrés? Igen, van. De szombaton csak reggel tud jönni. Megfelel önnek? Csak reggel? Az egy kicsit bonyolult. Hétköznap hány óráig van rendelés? Hétfőnként este 6-ig, és szerdánként este 8-ig. Értem. És reggel hány órától? Reggel 8-tól, de a jövő héten minden reggeli időpontunk foglalt. Ha tud várni, akkor 2 hét múlva hétfőn és szerdán is tudunk adni időpontot. Rendben, visszatelefonálok, miután megnéztem az időbeosztásomat. Köszönöm szépen a segítséget. Nincs mit, uram. Viszont hallásra. Egy férfi egy kórházat hív telefonon. Mikor vannak egészségügyi szűrések a kórházban? Halló, egészségügyi szűrésre szeretnék bejelentkezni. Rendben, uram. Egészségügyi szűrés hétfőn, szerdán és szombaton van, eltérően a normál rendelési időtől. Melyik nap szeretne jönni? Most szombaton van szűrés? Igen, van. De szombaton csak reggel tud jönni. Megfelel önnek? Csak reggel? Az egy kicsit bonyolult. Hétköznap hány óráig van rendelés? Hétfőnként este 6-ig, és szerdánként este 8-ig. Értem. És reggel hány órától? Reggel 8-tól, de a jövő héten minden reggeli időpontunk foglalt. Ha tud várni, akkor 2 hét múlva hétfőn és szerdán is tudunk adni időpontot. Rendben, visszatelefonálok, miután megnéztem az időbeosztásomat. Köszönöm szépen a segítséget. Nincs mit, uram. Viszont hallásra. Megtennél nekem egy szívességet, és elmennél a lányomért az iskolába? Persze. Ismer engem? Igen. Látott téged fényképen. Így fel fog tudni ismerni. Rendben. Hogy néz ki? Fekete, göndör haja van. Vékony és magasabb, mint az átlag. Oké. Még valami ismertetőjel? Azt mondta, hogy az a fehér kalap lesz rajta, fekete szallaggal, amit tőlem kapott születésnapjára. Nem lesz nehéz megismernem. Oké, elmentem. Nem sokára jövünk a lányoddal. Köszönöm. Egy férfi elmegy egy nőismerősének a lányáért. Melyik a lánya? Megtennél nekem egy szívességet, és elmennél a lányomért az iskolába? Persze. Ismer engem? Igen. Látott téged fényképen. Így fel fog tudni ismerni. Rendben. Hogy néz ki? Fekete, göndör haja van. Vékony és magasabb, mint az átlag. Oké. Még valami ismertetőjel? Azt mondta, hogy az a fehér kalap lesz rajta, fekete szallaggal, amit tőlem kapott születésnapjára. Nem lesz nehéz megismernem. Oké, elmentem. Nem sokára jövünk a lányoddal. Köszönöm. Jaj, ne! Nem találom a pénztárcámat. Elhagyhattam valahol. Mi? Emlékszel, mikor használtad utoljára? Nem emlékszem. Nos, akkor gondolkodjunk, hogy hol voltál ma. Oké. Először elmentem megnézni egy filmet a barátommal. Azután egy kávézóba mentünk, de a barátom fizetett nekem, úgyhogy én nem nyúltam a pénztárcámhoz. De arra emlékszel, hogy használtad, amikor megvetted a mozi jegyet? Igen. Azután az edzőterembe mentünk. Utána vettem észre, hogy nincs nálam. Fizettél valamiért az edzőteremben? Nem, mert a tagdíjat minden hónapban automatikusan fizetem a bankszámlámról. Most jut eszembe, vettem narancslevet az automatából. Rendben, akkor menjünk oda és keressük meg. Egy férfi a pénztárcájáról beszélget egy nővel. Hol fogja keresni a pénztárcáját? Jaj, ne! Nem találom a pénztárcámat. Elhagyhattam valahol. Mi? Emlékszel, mikor használtad utoljára? Nem emlékszem. Nos, akkor gondolkodjunk, hogy hol voltál ma. Oké. Először elmentem megnézni egy filmet a barátommal. Azután egy kávézóba mentünk, de a barátom fizetett nekem, úgyhogy én nem nyúltam a pénztárcámhoz. De arra emlékszel, hogy használtad, amikor megvetted a mozi jegyet? Igen. Azután az edzőterembe mentünk. Utána vettem észre, hogy nincs nálam. Fizettél valamiért az edzőteremben? Nem, mert a tagdíjat minden hónapban automatikusan fizetem a bankszámlámról. Most jut eszembe, vettem narancslevet az automatából. Rendben, akkor menjünk oda és keressük meg. Kellene egy megbeszélést tartanunk a csoportos prezentációról. Igen. Mikor érsz rá? Hétfőn, szerdán és csütörtökön vagyok bent az egyetemen. Akkor a szerda vagy a csütörtök lenne a legjobb mindkettőnknek, mert én kedden, szerdán és csütörtökön vagyok itt. Mit szólsz a csütörtök délutánhoz? Csütörtökön az első 3 órában előadásom van, de a harmadik közgazdaságtan óra után szabad vagyok. 5-re viszont munkába kell mennem, így csak 1 órát érek rá. Az nem túl sok. A szerdához mit szólsz? Újkori történelem van a 2. órában, és nemzetközi jog a 4-ben, de ezeket kivéve ráérek. Értem. Nekem a 3. órában van ázsiai történelem, aztán este dolgozni megyek. Mi lenne, ha kora reggel találkoznánk, és akkor beszélnénk, a 2. óra előtt? Reggel nem vagyok túl jó formában. Miért nem találkozunk csütörtökön? Átrakom az aznapi munkámat egy másik napra. Oké. Találkozzunk az ebédlőben óra után. Egy fiú és egy lány diák az órarendjükről beszélgetnek. Válassza ki a fiú-diák órarendjét a megbeszélés napján. Kellene egy megbeszélést tartanunk a csoportos prezentációról. Igen. Mikor érsz rá? Hétfőn, szerdán és csütörtökön vagyok bent az egyetemen. Akkor a szerda vagy a csütörtök lenne a legjobb mindkettőnknek, mert én kedden, szerdán és csütörtökön vagyok itt. Mit szólsz a csütörtök délutánhoz? Csütörtökön az első 3 órában előadásom van, de a harmadik közgazdaságtan óra után szabad vagyok. 5-re viszont munkába kell mennem, így csak 1 órát érek rá. Az nem túl sok. A szerdához mit szólsz? Újkori történelem van a 2. órában, és nemzetközi jog a 4-ben, de ezeket kivéve ráérek. Értem. Nekem a 3. órában van ázsiai történelem, aztán este dolgozni megyek. Mi lenne, ha kora reggel találkoznánk, és akkor beszélnénk, a 2. óra előtt? Reggel nem vagyok túl jó formában. Miért nem találkozunk csütörtökön? Átrakom az aznapi munkámat egy másik napra. Oké. Találkozzunk az ebédlőben óra után. Hallottam, hogy van egy ikertestvéred. Nem is tudtam. Igen. De mindenki azt mondja, hogy nem hasonlítunk egymásra. Nézd csak! Ezen a képen rajta van az öcsém. De meg tudod mondani, melyik az? Nem látok senkit, aki hasonlítana rád. Talán ő itt, a sapkában? Nem ő az. Fekete haja van, mint nekem. Akkor ez a magas? Nem, ő nem olyan magas. Még mindig nem találom. Tényleg nem hasonlítotok. Tudom. Lehet, hogy a szemüveg miatt nehezebb. Szemüveg? Akkor ő az, balról a második. Eltaláltad. Hasonlítok rá? Nem igazán. Egy férfi és egy nő egy fényképről beszélgetnek. Melyik a nő öccse? Hallottam, hogy van egy ikertestvéred. Nem is tudtam. Igen. De mindenki azt mondja, hogy nem hasonlítunk egymásra. Nézd csak! Ezen a képen rajta van az öcsém. De meg tudod mondani, melyik az? Nem látok senkit, aki hasonlítana rád. Talán ő itt, a sapkában? Nem ő az. Fekete haja van, mint nekem. Akkor ez a magas? Nem, ő nem olyan magas. Még mindig nem találom. Tényleg nem hasonlítotok. Tudom. Lehet, hogy a szemüveg miatt nehezebb. Szemüveg? Akkor ő az, balról a második. Eltaláltad. Hasonlítok rá? Nem igazán. Nézd csak ezt a cikket. A 10 éves és 15 éves gyerekek körében legnépszerűbb 3 tantályról szól. Hadd nézzem. Na hát, a 10 éves gyerekek körében a testnevelés áll a lista élén. A testnevelés még mindig népszerű, bár azt hallottam, hogy a gyerekek manapság kevesebb időt töltenek sportolással. Igen, és az énekzene a második. Igen. A 15 éves gyerekek körében a legnépszerűbb tantárgy a történelem. 15 évesen már más tantárgyak érdeklik őket, mint 10 évesen. Valóban. A politikatudomány lett a második. Az informatika a harmadik. Amikor mi ennyi idősek voltunk, ez még nem is volt tantárgy. A 10 évesek körében egyébként mi a harmadik legnépszerűbb tantárgy? Lássuk csak. Igen, a rajz. Vajon manapság már számítógépet használnak a rajzoláshoz? Egy férfi és egy nő a gyerekek kedvenc tantárgyairól végzett közvéleménykutatásról beszélgetnek. Melyik táblázat mutatja a 15 éves gyerekek adatait? Nézd csak ezt a cikket! A 10 éves és 15 éves gyerekek körében legnépszerűbb 3 tantárgyról szól. Hadd nézzem. Na hát, a 10 éves gyerekek körében a testnevelés áll a lista élén. A testnevelés még mindig népszerű, bár azt hallottam, hogy a gyerekek manapság kevesebb időt töltenek sportolással. Igen, és az énekzene a második. Igen. A 15 éves gyerekek körében a legnépszerűbb tantárgy a történelem. 15 évesen már más tantárgyak érdeklik őket, mint 10 évesen. Valóban. A politikatudomány lett a második. Az informatika a harmadik. Amikor mi ennyi idősek voltunk, ez még nem is volt tantárgy. A 10 évesek körében egyébként mi a harmadik legnépszerűbb tantárgy? Lássuk csak. Igen, a rajz. Vajon manapság már számítógépet használnak a rajzoláshoz? A jövő heti időjárás előrejelzés a következő. A hét első felében nagyrészt napos idő lesz, bár néha előfordulhatnak felhők. A hét második felében egyre felhősebb lesz az ég, és néhány helyen esni is fog. A hét közepén rosszabbra fordul az időjárás, és viharok is lehetnek. A maximum hőmérséklet ugyanannyi lesz, mint az évi átlag hőmérséklet. A hét első felében 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, majd a hét második felében alacsonyabb lesz, mint az átlag hőmérséklet, és 18 fokról 15 fokra esik vissza. A legalacsonyabb hőmérséklet 7-8 fok lesz, ami némileg alacsonyabb a normálisnál. Holnap napos vasárnap várható. Kiránduláshoz tökéletes lesz az időjárás. A tévé időjárás jelentést sugároz. Melyik a jövő heti időjárás előrejelzés? A jövő heti időjárás előrejelzés a következő. A hét első felében nagyrészt napos idő lesz, bár néha előfordulhatnak felhők. A hét második felében egyre felhősebb lesz az ég, és néhány helyen esni is fog. A hét közepén rosszabbra fordul az időjárás, és viharok is lehetnek. A maximum hőmérséklet ugyanannyi lesz, mint az évi átlag hőmérséklet. A hét első felében 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, majd a hét második felében alacsonyabb lesz, mint az átlag hőmérséklet, és 18 fokról 15 fokra esik vissza. A legalacsonyabb hőmérséklet 7-8 fok lesz, ami némileg alacsonyabb a normálisnál. Holnap napos vasárnap várható. Kiránduláshoz tökéletes lesz az időjárás. Jó napot! Csomagot hoztam a humán erőforrásnak és a könyvelésnek. Köszönjük! Mindkettő a 4. emeleten van. Értem, és fel kell vennem valamit a sales osztályról. A sales osztályon 2 alosztály van, első és második. Melyik az? Lássuk csak, a második. A sales második alosztály a 2. emeleten van. A bejáratnál van kaputelefon. Kérem, hívja fel a személyt, akit keres. Értem. Használhatom a liftet, hogy felmenjek? Sajnálom, de a lift éppen üzemen kívül van biztonsági ellenőrzés miatt. Használná kérem a lépcsőt? Persze, köszönöm. Egy futár a recepcióssal beszélget. Mit fog csinálni ezután a futár? Válassza ki a hibás megoldást. Jó napot! Csomagot hoztam a humán erőforrásnak és a könyvelésnek. Köszönjük! Mindkettő a negyedik emeleten van. Értem, és fel kell vennem valamit a sales osztályról. A sales osztályon 2 alosztály van, első és második. Melyik az? Lássuk csak, a második. A sales második alosztály a második emeleten van. A bejáratnál van kaputelefon. Kérem, hívja fel a személyt, akit keres. Értem. Használhatom a liftet, hogy felmenjek? Sajnálom, de a lift éppen üzemen kívül van biztonsági ellenőrzés miatt. Használná kérem a lépcsőt? Persze, köszönöm. Want to speak real Hungarian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HungarianPod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Kérem, nézzék meg a kiosztott anyagot. A baloldali diagram mutatja a vállalatunk eladásait az elmúlt 3 évben és az idei eladási előrejelzést. A jobboldali diagram pedig hónapokra lebontva mutatja az eladásokat ez év októberéig. Most kérem, nézzük a baloldali diagramot. Ez azt mutatja, hogy az eladások az elmúlt 3 évben egyenletesen növekedtek. És ha tovább tudjuk növelni az eladásainkat, akkor az idei teljes eladás növekedést fog mutatni tavalyhoz képest. Most kérem, nézzük meg a jobboldali diagramot. A jobboldali diagram azt mutatja, hogy a kampányok, amiket áprilisban és augusztusban lefuttattunk, meglehetősen hatékonyak voltak. Értem, de az eladások csökkentek májusban és szeptemberben a kampányok után. Igen, de ez a fajta visszaesés elkerülhetetlen. Én azt várom, hogy az idei éves eladás növekedést fog mutatni az előző évhez képest, ha tovább tudjuk növelni az eladásainkat. Egy férfi a vállalatának az eladási teljesítményéről tart beszámolót egy értekezleten. Melyik 2 diagramot használja az előadásához? Kérem, nézzék meg a kiosztott anyagot. A baloldali diagram mutatja a vállalatunk eladásait az elmúlt 3 évben és az idei eladási előrejelzést. A jobboldali diagram pedig hónapokra lebontva mutatja az eladásokat ez év októberéig. Most kérem, nézzük a baloldali diagramot. Ez azt mutatja, hogy az eladások az elmúlt 3 évben egyenletesen növekedtek. És ha tovább tudjuk növelni az eladásainkat, akkor az idei teljes eladás növekedést fog mutatni tavalyhoz képest. Most kérem, nézzük meg a jobboldali diagramot. A jobboldali diagram azt mutatja, hogy a kampányok, amiket áprilisban és augusztusban lefuttattunk, meglehetősen hatékonyak voltak. Értem, de az eladások csökkentek májusban és szeptemberben a kampányok után. Igen, de ez a fajta visszaesés elkerülhetetlen. Én azt várom, hogy az idei éves eladás növekedést fog mutatni az előző évhez képest, ha tovább tudjuk növelni az eladásainkat. Hadd kezdjem azzal, hogy elmagyarázom a különböző tagsági lehetőségeket, ahogy ebben a tájékoztatóban le van írva. A rendes tagok használhatják az edzőtermet és az uszodát, bármilyen időpontban a hét bármely napján. De van kora reggeli tagságunk is, amikor az emberek csak korán reggel használhatják a létesítményt, és éjszakai tagság azoknak, akik csak este akarnak jönni. Mik az időpontok a kora reggeli tagságnál? Kora reggeli tagok reggel 6 órától, délelőtt 10 óráig használhatják a létesítményt. Az éjszakai tagok pedig este 6 órától 11 óráig. Értem, tehát a kora reggeli tagok munkába menet megállhatnak és használhatják a létesítményt. Pontosan. A kora reggeli rendszer a 9-től 5-ig dolgozó emberek körében népszerű. Kínálunk ezen kívül tagságot csak az edzőterembe, vagy csak az uszodába, ha csak az egyiket szeretné használni ezek közül. Én mind a 2-t szeretném használni, az edzőtermet és a medencét is. Szerintem hétköznap korán reggel fogom használni az edzőtermet, mielőtt munkába megyek, és hétvégén fogom használni a medencét. Van olyan tagságuk, ami valami olyasmit akar, mint korán reggel a hétköznapokra, de egész nap a hétvégékre érvényes? Sajnos ilyen tagságot nem kínálunk, uram. Rendben. Nem hiszem, hogy olyan korán fel tudok járni a hétvégén, tehát ezt a tagsági lehetőséget fogom választani. Egy férfi beiratkozik egy sportklubba, és a feltételekről informálódik. Melyik fajta tagságot fogja választani? Hadd kezdjem azzal, hogy elmagyarázom a különböző tagsági lehetőségeket, ahogy ebben a tájékoztatóban le van írva. A rendes tagok használhatják az edzőtermet és az uszodát, bármilyen időpontban a hét bármely napján. De van kora reggeli tagságunk is, amikor az emberek csak korán reggel használhatják a létesítményt, és éjszakai tagság azoknak, akik csak este akarnak jönni. Mik az időpontok a kora reggeli tagságnál? Kora reggeli tagok reggel 6 órától, délelőtt 10 óráig használhatják a létesítményt. Az éjszakai tagok pedig este 6 órától 11 óráig. Értem. Tehát a kora reggeli tagok munkába menet megállhatnak és használhatják a létesítményt. Pontosan. A kora reggeli rendszer a 9-től 5-ig dolgozó emberek körében népszerű. Kínálunk ezen kívül tagságot csak az edzőterembe, vagy csak az uszodába, ha csak az egyiket szeretné használni ezek közül. Én mind a kettőt szeretném használni, az edzőtermet és a medencét is. Szerintem hétköznap korán reggel fogom használni az edzőtermet, mielőtt munkába megyek, és hétvégén fogom használni a medencét. Van olyan tagságuk, ami valami olyasmit akar, mint korán reggel a hétköznapokra, de egész nap a hétvégékre érvényes? Sajnos ilyen tagságot nem kínálunk, uram. Rendben. Nem hiszem, hogy olyan korán fel tudok járni a hétvégén, tehát ezt a tagsági lehetőséget fogom választani. Eldöntöttük, hogy az új terméket október 15-én dobjuk piacra, és szerződést szeretnénk ajánlani önöknek a prospektus elkészítésére. Nagyon köszönjük! Határozottan izgatottak vagyunk, hogy segíthetünk önöknek ebben a munkában. Mondana pár szót az ütemtervről, kérem. Mikor lenne szükségük a prospektusokra? Tehát figyelembe véve a nyomtatáshoz szükséges időt, szeretnénk a prospektusokat szeptember végéig a nyomtatási fázisba juttatni. Az önök részéről lehetséges, hogy az első terveket augusztus közepéig eljuttatják hozzánk? Nos, mi szeretnénk önöknek 3 lehetséges tervet adni a kezdeti vázlatokról, és szeretnénk, ha kiválasztanák azt, amelyik a legjobban illik az elképzeléseikhez. Ezután elkészítjük a végleges dizájnt az önök választása alapján. Tehát az nagy segítség lenne, ha tudnának adni még 2 hetet, hogy előkészüljünk erre a fázisra. Rendben. Talán egy hónap elég lesz, hogy kiválasszunk egyet a vázlatok közül, amit önök készítettek, és eldöntsük a végső dizájnt. Rendben, számítunk önökre. Jó kezekben lesznek. A mi tervező csapatunk a legjobb. Nagyon köszönjük. Egy nő egy megbízott nyomda munkatársával beszél egy új termék prospektusáról. Mikor van a prospektus első látványtervének a határideje? Eldöntöttük, hogy az új terméket október 15-én dobjuk piacra, és szerződést szeretnénk ajánlani önöknek a prospektus elkészítésére. Nagyon köszönjük! Határozottan izgatottak vagyunk, hogy segíthetünk önöknek ebben a munkában. Mondana pár szót az ütemtervről, kérem. Mikor lenne szükségük a prospektusokra? Tehát figyelembe véve a nyomtatáshoz szükséges időt, szeretnénk a prospektusokat szeptember végéig a nyomtatási fázisba juttatni. Az önök részéről lehetséges, hogy az első terveket augusztus közepéig eljuttatják hozzánk? Nos, mi szeretnénk önöknek 3 lehetséges tervet adni a kezdeti vázlatokról, és szeretnénk, ha kiválasztanák azt, amelyik a legjobban illik az elképzeléseikhez. Ezután elkészítjük a végleges dizájnt az önök választása alapján. Tehát az nagy segítség lenne, ha tudnának adni még 2 hetet, hogy előkészüljünk erre a fázisra. Rendben. Talán egy hónap elég lesz, hogy kiválasszunk egyet a vázlatok közül, amit önök készítettek, és eldöntsük a végső dizájnt. Rendben, számítunk önökre. Jó kezekben lesznek. A mi tervező csapatunk a legjobb. Nagyon köszönjük. Halló, Dominikánus Szerzetes Színház. Segíthetek? 2 jegyet szeretnék kapni a Lír királyra ma este 5:30-ra. Van még szabad helyük? Van még pár helyünk, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egymás mellé már nincsen. De ha nem bánják, tudunk adni 2 helyet külön-külön. Rendben, nem bánjuk. Van valami különleges kívánságuk? Nos, van folyosó melletti helyük? Igen, van egy folyosó melletti székünk a középső rész bal oldalán, és jobbra tőle 3 székkel van egy másik szabad helyünk. Oldalt? Rendben, akkor foglalja nekem, kérem, a folyosó melletti széket. Természetesen. És mi legyen a másikkal? Van helyük a közepe felé? Csak az első sortól a harmadik sorig van középen szabad helyünk. Annyira nem rajongok azért, hogy a színészek leköpködjenek, tehát... Ez a terem aránylag kicsi, és azt gondolom, hogy a sor végéről oldalról is élvezni a színdarabot. Tényleg? Akkor azt a baloldalit kérem, amit az előbb említett. Egy nő telefonál, hogy egy előadásra jegyet foglaljon. Melyik két széket kapta? Halló, Dominikánus Szerzetes Színház. Segíthetek? 2 jegyet szeretnék kapni a Lír királyra, ma este 5:30-ra. Van még szabad helyük? Van még pár helyünk, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egymás mellé már nincsen. De ha nem bánják, tudunk adni 2 helyet külön-külön. Rendben, nem bánjuk. Van valami különleges kívánságuk? Nos, van folyosó melletti helyük? Igen, van egy folyosó melletti székünk a középső rész bal oldalán, és jobbra tőle 3 székkel van egy másik szabad helyünk. Oldalt? Rendben, akkor foglalja nekem kérem a folyosó melletti széket. Természetesen. És mi legyen a másikkal? Van helyük a közepe felé? Csak az első sortól a harmadik sorig van középen szabad helyünk. Annyira nem rajongok azért, hogy a színészek leköpködjenek, tehát... Ez a terem aránylag kicsi, és azt gondolom, hogy a sor végéről oldalról is élvezni a színdarabot. Tényleg? Akkor azt a baloldalit kérem, amit az előbb említett. Rendben, azt hiszem majdnem készen vagyunk a holnapi előadásra. Csak még egy pár dolog. Az értekezlet pontban 9-kor fog kezdődni. Le tudnád ma ellenőrizni a tárgyalót még egyszer? Igen, már leellenőriztem a szobát. Oké, nagyszerű. Meggyőződtél róla, hogy a kivetítő rendben működik? Ó, a kivetítőt holnap reggel akartam ellenőrizni, amikor itt van a laptopom. Nem, a kivetítőt ma kell ellenőrizni. Nem lesz időnk azzal foglalkozni reggel, ha valami gond van. Tehát biztosan ellenőrizd le a kivetítőt ma. Az a legfontosabb dolog. Rendben? Ellenőrizni fogom. És megkaptad a kiosztandó anyagok másolatait? Tanaka most csinálja őket. Nézzük, mi van még. Ó, igen. Ellenőrizted a fehér táblát? Igen. Néha a tollakban nincs elég tinta. Le tudtad őket ellenőrizni? Még nem, de később megteszem. Igen, kérlek, még ma feltétlenül ellenőrizd le. Egy férfi és egy nő egy prezentáció előkészületeiről beszélnek, amit holnap fognak tartani az irodában. Mit fog a nő ellenőrizni, miután a beszélgetés véget ért? Rendben, azt hiszem majdnem készen vagyunk a holnapi előadásra. Csak még egy pár dolog. Az értekezlet pontban 9-kor fog kezdődni. Le tudnád ma ellenőrizni a tárgyalót még egyszer? Igen, már leellenőriztem a szobát. Oké, nagyszerű. Meggyőződtél róla, hogy a kivetítő rendben működik? Ó, a kivetítőt holnap reggel akartam ellenőrizni, amikor itt van a laptopom. Nem, a kivetítőt ma kell ellenőrizni. Nem lesz időnk azzal foglalkozni reggel, ha valami gond van. Tehát biztosan ellenőrizd le a kivetítőt ma. Az a legfontosabb dolog. Rendben? Ellenőrizni fogom. És megkaptad a kiosztandó anyagok másolatait? Tanaka most csinálja őket. Nézzük, mi van még. Ó, igen. Ellenőrizted a fehér táblát? Igen. Néha a tollakban nincs elég tinta. Le tudtad őket ellenőrizni? Még nem, de később megteszem. Igen, kérlek, még ma feltétlenül ellenőrizd le. Ki kellene választanunk a szállodát az utazásunkhoz? Rendben, nézzük meg az interneten. Az Ocean Hotel közel van a parthoz. Azt mondja, hogy $120 egy éjszaka személyenként, és kapsz büfé reggelit. Mit szólsz a Pine Hotelhez? $80 egy éjszaka. Nem akarok sok pénzt pazarolni a szállásra. A Pine Hotel messze van a parttól és a belvárostól. És azt mondja, hogy fizetned kell a wifi-ért. És a Sunrise Hotel milyen? Általában $140 egy éjszaka, de most kampány van, és $90-ért maradhatunk egy éjszakára. Ez a part és a belváros között van. Ráadásul van ingyenes wifi. Jól hangzik. Várj csak! Azt mondja, hogy az ajánlat csak a jövő hétre érvényes. Ó, ezt nem láttam. És ez a hely milyen? A Royal Hotel. A belváros közepén helyezkedik el, és $100 egy éjszaka. A szoba nem néz ki olyan jól, de van ingyen wifi. Oké, foglaljuk le ezt a hotelt. Ó, ez már tele van. Francba, akkor szerintem az első a legjobb. Az tele van? Nem, nincs. Nagyszerű. Egy férfi és egy nő szállodát választ. Melyik szállodát választják? Ki kellene választanunk a szállodát az utazásunkhoz? Rendben, nézzük meg az interneten. Az Ocean Hotel közel van a parthoz. Azt mondja, hogy $120 egy éjszaka személyenként, és kapsz büfé reggelit. Mit szólsz a Pine Hotelhez? $80 egy éjszaka. Nem akarok sok pénzt pazarolni a szállásra. A Pine Hotel messze van a parttól és a belvárostól. És azt mondja, hogy fizetned kell a wifiért. És a Sunrise Hotel milyen? Általában $140 egy éjszaka, de most kampány van, és $90-ért maradhatunk egy éjszakára. Ez a part és a belváros között van. Ráadásul van ingyenes wifi. Jól hangzik. Várj csak! Azt mondja, hogy az ajánlat csak a jövő hétre érvényes. Ó, ezt nem láttam. És ez a hely milyen? A Royal Hotel. A belváros közepén helyezkedik el, és $100 egy éjszaka. A szoba nem néz ki olyan jól, de van ingyen wifi. Oké, foglaljuk le ezt a hotelt. Ó, ez már tele van. Francba, akkor szerintem az első a legjobb. Az tele van? Nem, nincs. Nagyszerű. Gyerünk, rendezzük el az asztalokat a holnapi megbeszélésre. Rendben. Tegyük az összes asztalt a szoba közepére? Így mindenki körbe tudja ülni egymással szemben. Az nem jó, mert először csoportos megbeszélés lesz. Tehát válasszuk szét az asztalokat 4 részre. Minden csoportban 4 ember fog ülni. Oké. És minden asztalra teszek jegyzetfüzeteket és tollakat. Köszönöm. És lesz egy rövid eligazítás kivetítővel a megbeszélés előtt, tehát szükségünk van egy kivetítőre ide. Rendben. És ugye használunk táblát is. Az jó lesz, ha a vászon mellé rakom a táblát? Nos, mi lenne, ha a táblát a vászonnal szembe tennénk? Rakjuk a szoba hátsó részébe. Értem. És ne felejtsd el visszahozni az összes cuccot a megbeszélés után. Tolj össze 2 asztalt, és rendezd őket 4 sorba. Egy férfi és egy nő a tárgyaló elrendezéséről beszélget. Hogyan fogják elrendezni az asztalokat? Gyerünk, rendezzük el az asztalokat a holnapi megbeszélésre. Rendben. Tegyük az összes asztalt a szoba közepére? Így mindenki körbe tudja ülni egymással szemben. Az nem jó, mert először csoportos megbeszélés lesz. Tehát válasszuk szét az asztalokat 4 részre. Minden csoportban 4 ember fog ülni. Oké. És minden asztalra teszek jegyzetfüzeteket és tollakat. Köszönöm. És lesz egy rövid eligazítás kivetítővel a megbeszélés előtt, tehát szükségünk van egy kivetítőre ide. Rendben. És ugye használunk táblát is. Az jó lesz, ha a vászon mellé rakom a táblát? Nos, mi lenne, ha a táblát a vászonnal szembe tennénk? Rakjuk a szoba hátsó részébe. Értem. És ne felejtsd el visszahozni az összes cuccot a megbeszélés után. Tolj össze 2 asztalt, és rendezd őket 4 sorba. Neked kell ellenőrizni az irodaszerkészletünket, és egyszer egy hónapban megrendelni azokat a dolgokat, amire szükségünk van. Nézzük meg most együtt ezzel a listával. Köszönöm. Kezdjük a papírral. Úgy néz ki, hogy csak egy doboz maradt. Nagyon sok papírt használunk minden nap, úgyhogy rendeljünk még 2 dobozzal. Oké. A nyomtatóból kifogyott a színes tinta. Azt rendeljünk? Ó, az nem gond, mert nem nyomtatunk iratokat színessel. Nem? Rendben. Úgy néz ki, hogy a fehér táblához való néhány filctolban kevés a tinta. Igen, azokat ki kell cserélni. Ha 5-ös csomag filctollat rendelünk, akkor kapunk kedvezményt, úgyhogy tegyünk úgy. Oké. Ja, és rendelhetnénk egeret is egyidejűleg. Az egerem lassan reagál. Nos, szerintem az azért van, mert fogy ki az elem. Nézzük meg az elemkészletet, és rendeljünk, ha már nem sok van. Biztosan. Nos, 3 elemünk van itt. Elvihetsz 2 az egeredbe, de ezeket helyettesíteni vegyél egy 6-os csomag elemet. Egy férfi és egy nő az irodaszerekről beszélget. Mit fog rendelni a férfi? Neked kell ellenőrizni az irodaszerkészletünket, és egyszer egy hónapban megrendelni azokat a dolgokat, amire szükségünk van. Nézzük meg most együtt ezzel a listával. Köszönöm. Kezdjük a papírral. Úgy néz ki, hogy csak egy doboz maradt. Nagyon sok papírt használunk minden nap, úgyhogy rendeljünk még 2 dobozzal. Oké. A nyomtatóból kifogyott a színes tinta. Azt rendeljünk? Ó, az nem gond, mert nem nyomtatunk iratokat színessel. Nem? Rendben. Úgy néz ki, hogy a fehér táblához való néhány filctolban kevés a tinta. Igen, azokat ki kell cserélni. Ha 5-ös csomag filctollat rendelünk, akkor kapunk kedvezményt, úgyhogy tegyünk úgy. Oké. Ja, és rendelhetnénk egeret is egyidejűleg. Az egerem lassan reagál. Nos, szerintem az azért van, mert fogy ki az elem. Nézzük meg az elemkészletet, és rendeljünk, ha már nem sok van. Biztosan. Nos, 3 elemünk van itt. Elvihetsz 2 az egeredbe, de ezeket helyettesíteni vegyél egy 6-os csomag elemet. Elnézést, a reptérre szeretnék menni. Elmondaná nekem, hogy jutok oda? Természetesen. Van egy pár módja, hogy eljusson oda. Ha az 1-es busszal megy, másfél óráig tart az út a reptérre, de ennek a legalacsonyabb a díja. Ha a 2-es busszal megy, akkor körülbelül 50 percig tart, mert ez egy non-stop busz, de csak egyszer jár óránként, és egy kicsit drágább. Értem. És mi a helyzet a taxival? Igen, itt van egy taxiállomás a turista információ előtt, és körülbelül 1 óráig tart az út. De az sokkal drágább lesz, mint a buszok, mert az autópályát használják, és kiegészítő díjat számítanak fel a nagy csomagokért. Ó, erre nem számítottam. Ez túl drága nekem. Apropó, vásárolt valamit a bevásárlóközpontban az itt tartózkodás alatt? Van egy ingyenes ingajárat a bevásárlóközponttól a reptérre azoknak a vásárlóknak, akik vettek valamit. De jó, ezt nem tudtam. Még nem vásároltam, de amúgy is akartam venni ajándékokat. Akkor azzal tud menni. Egy nő a turista információn megkérdez egy férfit, hogy hogyan kell a reptérre menni. Hova megy a nő következőnek? Elnézést, a reptérre szeretnék menni. Elmondaná nekem, hogy jutok oda? Természetesen. Van egy pár módja, hogy eljusson oda. Ha az 1-es busszal megy, másfél óráig tart az út a reptérre, de ennek a legalacsonyabb a díja. Ha a 2-es busszal megy, akkor körülbelül 50 percig tart, mert ez egy non-stop busz, de csak egyszer jár óránként, és egy kicsit drágább. Értem. És mi a helyzet a taxival? Igen, itt van egy taxiállomás a turista információ előtt, és körülbelül 1 óráig tart az út. De az sokkal drágább lesz, mint a buszok, mert az autópályát használják, és kiegészítő díjat számítanak fel a nagy csomagokért. Ó, erre nem számítottam. Ez túl drága nekem. Apropó, vásárolt valamit a bevásárlóközpontban az itt tartózkodás alatt? Van egy ingyenes ingajárat a bevásárlóközponttól a reptérre azoknak a vásárlóknak, akik vettek valamit. De jó, ezt nem tudtam. Még nem vásároltam, de amúgy is akartam venni ajándékokat. Akkor azzal tud menni. Szükségem lenne, hogy gyártson és leszállítson még valamennyi pulóvert a jövő havi vásárra. Rendben, mire van szüksége? Szükségünk lenne 1000 darab kisméretű piros pulóverre és 400 darab közepes méretű piros pulóverre. Ezen kívül szükségünk van 600 darab kisméretű zöld pulóverre és 200 darab közepes méretű zöld pulóverre a hónap végéig. Piros és zöld pulóver. Az az igazság, hogy kezdünk kifogyni a zöld fonálból, és egy másik beszállítótól kell beszereznünk. Először megcsináljuk a piros pulóvereket. Nem. Együtt kell szállítanunk a piros és a zöld pulóvereket. Tehát arra kérem, hogy csináljon annyi zöld pulóvert, amennyit tud. Rendben. Szerintem mostanra tudunk csinálni 200 darab zöld pulóvert. Melyik méretre lenne szüksége előbb? A kisméretre van szükségünk előbb. Elnézést a rövid határidőért, de tényleg szükségünk van a segítségére. Rendben, mindent megteszünk. Szállítjuk azokat a zöldeket és az összes pirosat. Egy nő és egy beszállító beszél telefonon. Mit fog a nő kapni elsőnek? Szükségem lenne, hogy gyártson és leszállítson még valamennyi pulóvert a jövő havi vásárra. Rendben, mire van szüksége? Szükségünk lenne 1000 darab kisméretű piros pulóverre, és 400 darab közepes méretű piros pulóverre. Ezen kívül szükségünk van 600 darab kisméretű zöld pulóverre, és 200 darab közepes méretű zöld pulóverre a hónap végéig. Piros és zöld pulóver. Az az igazság, hogy kezdünk kifogyni a zöld fonálból, és egy másik beszállítótól kell beszereznünk. Először megcsináljuk a piros pulóvereket. Nem. Együtt kell szállítanunk a piros és a zöld pulóvereket. Tehát arra kérem, hogy csináljon annyi zöld pulóvert, amennyit tud. Rendben. Szerintem mostanra tudunk csinálni 200 darab zöld pulóvert. Melyik méretre lenne szüksége előbb? A kisméretre van szükségünk előbb. Elnézést a rövid határidőért, de tényleg szükségünk van a segítségére. Rendben, mindent megteszünk. Szállítjuk azokat a zöldeket és az összes pirosat. Elnézést. Meg tudnál mondani, hogyan tudok könyveket kölcsönözni? Ez az első alkalom, hogy használja könyvtárunkat? Igen. Nos, akkor elmagyarázom önnek a szabályokat. Ebben a könyvtárban maximum 5 könyvet és 6 CD-t vagy DVD-t lehet kikölcsönözni fejenként, de legfeljebb összesen 10 darabot. A kölcsönzési idő 2 hét, de ha meg szeretné hosszabbítani, azt még a lejárati határidő előtt tegye meg, kérem. Magazinokat és újságokat is tudok kölcsönözni? Újságokat nem, de magazinokat igen, kivéve a legújabb kiadásokat. Visszaküldhetem őket postán is? Sajnos nem tudjuk őket postai úton visszavenni. Kérem, személyesen hozza vissza őket a könyvtárba. Nyitvatartási időn kívül beleteheti őket a bejárat mellett található dobozba, de kérem, ne használja a dobozt, hogyha a kölcsönzési idő már lejárt. Értem. Köszönöm szépen. Egy nő a könyvtárban a kölcsönzési rendszerről érdeklődik. Hány anyagot lehet egyszerre kikölcsönözni? Elnézést! Meg tudnál mondani, hogyan tudok könyveket kölcsönözni? Ez az első alkalom, hogy használja könyvtárunkat? Igen. Nos, akkor elmagyarázom önnek a szabályokat. Ebben a könyvtárban maximum 5 könyvet és 6 CD-t vagy DVD-t lehet kikölcsönözni fejenként, de legfeljebb összesen 10 darabot. A kölcsönzési idő 2 hét, de ha meg szeretné hosszabbítani, azt még a lejárati határidő előtt tegye meg, kérem. Magazinokat és újságokat is tudok kölcsönözni? Újságokat nem, de magazinokat igen, kivéve a legújabb kiadásokat. Visszaküldhetem őket postán is? Sajnos nem tudjuk őket postai úton visszavenni. Kérem, személyesen hozza vissza őket a könyvtárba. Nyitvatartási időn kívül beleteheti őket a bejárat mellett található dobozba, de kérem, ne használja a dobozt, hogyha a kölcsönzési idő már lejárt. Értem. Köszönöm szépen. Ez alkalommal milyen fajta utazásra megy? A fő cél búvárkodás. Mivel a saját felszerelésemet viszem magammal, aggódok, hogy el fogják lopni az utazás alatt. Értem. Minden csomagunk tartalmaz biztosítást lopás ellen. De mivel a búvárfelszerelés egy különleges podgyász, az csak az A-csomag fedezi. Viszont kérhet egy kiegészítő szerződést a búvárfelszerelésre a többi csomagunkhoz is. Az A-csomag a legdrágább, igaz? Mi a különbség a B és a C csomag között? Például, ha úgy adódik, hogy ön kórházba kerül külföldön, akkor a B csomag fedezi a családjának a repülőjegyét, hogy meglátogathassák önt a kórházban. A C csomag viszont ezt nem fedezi. Értem. Ha egy kiegészítő szerződést kérek a búvár felszerelésemre a B vagy C csomaghoz, akkor az drágább lenne, mint az A csomag? A B csomag esetében kicsit drágább lenne, míg a C csomag esetében kicsit olcsóbb. Oké. Apropó, van olyan csomagjuk, ami olcsóbb, mint a C csomag? Igen. A D csomag, de ez nem tartalmazza a szállás költségét arra az esetre, ha késik a járata, vagy törlik azt. Ezért nem szoktuk ezt a csomagot ajánlani. Értem. Ezzel egyetértek, erre szükségem van. De nem hiszem, hogy szükségem lenne repülőjegyre a családomnak. Úgyhogy a második legolcsóbb csomagot kérném kiegészítő szerződéssel. Egy férfi utazási biztosítást választ magának. Milyen feltételekkel fog biztosítást kötni? Ez alkalommal milyen fajta utazásra megy? A fő cél búvárkodás. Mivel a saját felszerelésemet viszem magammal, aggódok, hogy el fogják lopni az utazás alatt. Értem. Minden csomagunk tartalmaz biztosítást lopás ellen. De mivel a búvárfelszerelés egy különleges podgyász, az csak az A csomag fedezi. Viszont kérhet egy kiegészítő szerződést a búvárfelszerelésre a többi csomagunkhoz is. Az A csomag a legdrágább, igaz? Mi a különbség a B és a C csomag között? Például, ha úgy adódik, hogy ön kórházba kerül külföldön, akkor a B csomag fedezi a családjának a repülőjegyét, hogy meglátogathassák önt a kórházban. A C csomag viszont ezt nem fedezi. Értem. Ha egy kiegészítő szerződést kérek a búvár felszerelésemre a B vagy C csomaghoz, akkor az drágább lenne, mint az A csomag? A B csomag esetében kicsit drágább lenne, míg a C csomag esetében kicsit olcsóbb. Oké. Apropó, van olyan csomagjuk, ami olcsóbb, mint a C csomag? Igen. A D csomag, de ez nem tartalmazza a szállás költségét arra az esetre, ha késik a járata, vagy törlik azt. Ezért nem szoktuk ezt a csomagot ajánlani. Értem. Ezzel egyetértek, erre szükségem van. De nem hiszem, hogy szükségem lenne repülőjegyre a családomnak. Úgyhogy a második legolcsóbb csomagot kérném kiegészítő szerződéssel. A múlt héten megkértünk 200 alkalmazottat, hogy válaszoljon egy kérdőívre a sportolási szokásairól. A kérdés arról szólt, hogy hány órát mozognak egy héten. Itt vannak az eredmények. Külön választotta az A és a B ágazat eredményeit? Igen, és 4 válasz lehetőség volt. Kevesebb, mint 1 óra, körülbelül 1-2 óra, körülbelül 3-5 óra, és 6 óra vagy több. Tehát mindkét ágazat a körülbelül 1-2 órát válaszolta leginkább. Úgy látszik, hetente egyszer sportolnak. Igen, és a második leggyakoribb válasz a körülbelül 3-5 óra volt az A ágazatnál, de a kevesebb, mint 1 óra a B ágazatnál. A B ágazat alkalmazottainak még 10%-a sem mozog többet, mint 6 óra. Így van. Ezért valamilyen sportesemény szervezésére gondoltam, amihez bárki alkalomszerűen csatlakozhat. Jó ötlet. És ez egy jó lehetőség az alkalmazottaknak, hogy jó hatással legyenek egymásra, ami a sportolási szokásokat illeti. Rendben, önre bízom. Köszönöm. Megteszem, ami tőlem telik. Egy nő a főnökének jelent a kérdőívek eredményeiről. Melyik grafikon jeleníti meg a B ágazat alkalmazottait? A múlt héten megkértünk 200 alkalmazottat, hogy válaszoljon egy kérdőívre a sportolási szokásairól. A kérdés arról szólt, hogy hány órát mozognak egy héten. Itt vannak az eredmények. Külön választotta az A és a B ágazat eredményeit? Igen, és 4 válasz lehetőség volt. Kevesebb, mint 1 óra, körülbelül 1-2 óra, körülbelül 3-5 óra, és 6 óra vagy több. Tehát mindkét ágazat a körülbelül 1-2 órát válaszolta leginkább. Úgy látszik, hetente egyszer sportolnak. Igen, és a második leggyakoribb válasz a körülbelül 3-5 óra volt az A ágazatnál, de a kevesebb, mint 1 óra a B ágazatnál. A B ágazat alkalmazottainak még 10%-a sem mozog többet, mint 6 óra. Így van. Ezért valamilyen sportesemény szervezésére gondoltam, amihez bárki alkalomszerűen csatlakozhat. Jó ötlet. És ez egy jó lehetőség az alkalmazottaknak, hogy jó hatással legyenek egymásra, ami a sportolási szokásokat illeti. Rendben, önre bízom. Köszönöm. Megteszem, ami tőlem telik. Úgy hallottam, hogy ezen a foglalkozáson egy önkéntes tevékenységhez fogunk csatlakozni, és beszámolót fogunk róla írni. Én is hallottam. És ugye bármilyen tevékenységet választhatunk, ami érdekel minket. Te mit fogsz csinálni? Még nem döntöttem el. A szociális gondozó érdekes lehet, mert olyat szeretnék, ami emberekkel kapcsolatos. Te már választottál? Még nem. Engem a környezettel kapcsolatos dolgok érdekelnek. Ezért valami olyat keresek, mint a természetvédő csoportok. Mint a szemétszedés? Tulajdonképpen az is jó, de jobban szeretnék csoportos elfoglaltságot, mint egyénit. Talán valami olyasmit, ahol vezetési tapasztalatot is tudok szerezni. Értem. Ismerek valakit, aki egy csoporttal dolgozik. Fákat ültetnek gyerekekkel. Érdekel? Igen, ez tökéletesen hangzik. És ez egy nagyszerű lehetőség, hogy gyerekekkel foglalkozzak. Te nem akarod ezt csinálni velem? Talán. De ha lehetséges, akkor kipróbálnék valami gondozással kapcsolatosat. Szívesen segítenék időseknek, vagy valamilyen fogyatékkal élőknek. Most jut eszembe, hogy az anyukám az idős szomszédoknak segít a mindennapi teendőkben. Van kedved segíteni? Igen, van. Egy diákfiú és egy diáklány önkéntes tevékenységekről beszélgetnek. Milyen tevékenységhez fognak csatlakozni? Úgy hallottam, hogy ezen a foglalkozáson egy önkéntes tevékenységhez fogunk csatlakozni, és beszámolót fogunk róla írni. Én is hallottam. És ugye bármilyen tevékenységet választhatunk, ami érdekel minket. Te mit fogsz csinálni? Még nem döntöttem el. A szociális gondozó érdekes lehet, mert olyat szeretnék, ami emberekkel kapcsolatos. Te már választottál? Még nem. Engem a környezettel kapcsolatos dolgok érdekelnek. Ezért valami olyat keresek, mint a természetvédő csoportok. Mint a szemétszedés? Tulajdonképpen az is jó, de jobban szeretnék csoportos elfoglaltságot, mint egyénit. Talán valami olyasmit, ahol vezetési tapasztalatot is tudok szerezni. Értem. Ismerek valakit, aki egy csoporttal dolgozik. Fákat ültetnek gyerekekkel. Érdekel? Igen, ez tökéletesen hangzik. És ez egy nagyszerű lehetőség, hogy gyerekekkel foglalkozzak. Te nem akarod ezt csinálni velem? Talán. De ha lehetséges, akkor kipróbálnék valami gondozással kapcsolatosat. Szívesen segítenék időseknek, vagy valamilyen fogyatékkal élőknek. Most jut eszembe, hogy az anyukám az idős szomszédoknak segít a mindennapi teendőkben. Van kedved segíteni? Igen, van. Az új sajtos kenyér nem fogy annyira, ugye? Nem annyira. Talán azért, mert a legfelső polcon voltak. Igen, talán túl magasan volt az idősebb emberek számára. Valószínűleg nem is látták. Mi lenne, ha a középső polcra raknánk őket? Jól hangzik. Így azt fogják látni elsőnek, amikor bejönnek a boltba. És miért nem rakunk egy piros terítőt a polcra, hogy lássák, hogy ez az új kenyerünk? Rendben. Akkor viszont a croissantokat el kell raknunk valahova máshova. Alulra vagy felülre? Azt hiszem, hogy a legnépszerűbb terméket kellene a felső polcra tennünk. Az akkor is fogyni fog, ha nem olyan könnyű észrevenni. Akkor annak a francia vekni kenyérnek kell lennie. És mi lenne, ha beleállítanánk őket egy kosárba? Jó ötlet, csináljuk meg. Tehát a croissantnak kell alul lennie. Megpróbálod elhelyezni őket? Milyen lett? Jól néz ki. Meglátjuk, hogy milyen hatással lesz a jövő heti eladásokra. Egy szupermarket vezetője az alkalmazottjával beszél. Hogyan fogják elrendezni a péksüteményeket? Az új sajtos kenyér nem fogy annyira, ugye? Nem annyira. Talán azért, mert a legfelső polcon voltak. Igen, talán túl magasan volt az idősebb emberek számára. Valószínűleg nem is látták. Mi lenne, ha a középső polcra raknánk őket? Jól hangzik. Így azt fogják látni elsőnek, amikor bejönnek a boltba. És miért nem rakunk egy piros terítőt a polcra, hogy lássák, hogy ez az új kenyerünk? Rendben. Akkor viszont a croissantokat el kell raknunk valahova máshova. Alulra vagy felülre? Azt hiszem, hogy a legnépszerűbb terméket kellene a felső polcra tennünk. Az akkor is fogyni fog, ha nem olyan könnyű észrevenni. Akkor annak a francia vekni kenyérnek kell lennie. És mi lenne, ha beleállítanánk őket egy kosárba? Jó ötlet, csináljuk meg. Tehát a croissantnak kell alul lennie. Megpróbálod elhelyezni őket? Milyen lett? Jól néz ki. Meglátjuk, hogy milyen hatással lesz a jövő heti eladásokra. Arra gondoltam, hogy nyitok egy új bankszámlát, mivel új mellékállásom lett. Szerinted melyik bank jó? Nos, attól függ, hogy mit szeretnél. Például az A banknak és a B banknak sok alfiókja és ATM-je van. Ezekkel kényelmesebb pénzt utalni. De az A banknál mindig van kezelési költség, ha használom az ATM-et. A B banknál lehet az ATM-et hétköznap használni, kezelési költség nélkül. Értem. Ha már az ATM-díjakról van szó, a C banknál mindig ingyenes a pénzfelvétel, bár nekik nincs túl sok ATM-jük. Igen, de az nem igazán tetszik, hogy nincs annyi ATM-jük. Egyébként a legmagasabb kamatot a D-bank adja. Tényleg? De ezt a bankszámlát csak a mellékállásomból származó jövedelmemhez fogom használni, és nem tervezek sok pénzt betenni rá. Akkor azt válaszd, amelyiknek sok az ATM-je és alacsony a kezelési költség. Rendben, köszönöm a tanácsot. Egy férfi és egy nő bankokról beszélgetnek. Melyik bankot fogja választani a nő? Arra gondoltam, hogy nyitok egy új bankszámlát, mivel új mellékállásom lett. Szerinted melyik bank jó? Nos, attól függ, hogy mit szeretnél. Például az A banknak és a B banknak sok alfiókja és ATM-je van. Ezekkel kényelmesebb pénzt utalni. De az A banknál mindig van kezelési költség, ha használom az ATM-et. A B banknál lehet az ATM-et hétköznap használni, kezelési költség nélkül. Értem. Ha már az ATM-díjakról van szó, a C banknál mindig ingyenes a pénzfelvétel, bár nekik nincs túl sok ATM-jük. Igen, de az nem igazán tetszik, hogy nincs annyi ATM-jük. Egyébként a legmagasabb kamatot a D bank adja. Tényleg? De ezt a bankszámlát csak a mellékállásomból származó jövedelmemhez fogom használni, és nem tervezek sok pénzt betenni rá. Akkor azt válaszd, amelyiknek sok az ATM-je és alacsony a kezelési költség. Rendben, köszönöm a tanácsot. Melyik utat válasszuk holnap? Nagyon szeretnék elmenni a múzeumba, a várba és a csillagvizsgálóba. Útközben szuveníreket is akarok vásárolni. A múzeum 8-tól 6-ig van nyitva, a vár 9-től 4-ig. A csillagvizsgáló úgy tűnik, reggel 9-től este 9-ig van nyitva. A várban kétszer van különleges idegenvezetős túra. Ezek délben és 2 órakor kezdődnek. Ezek közül valamelyiken részt akarok venni. Szerintem ezekre a túrákra előre kell helyet foglalni. Meg tudod nézni interneten? Igen. Ó, amelyik délben kezdődik, az már betelt. Foglaljunk a 2 órásira? Oké, arra mehetünk ebéd után. Akkor hova akarsz menni először? A múzeumba vagy a csillagvizsgálóba? Nagyon szeretném látni az esti kilátást. Mi lenne, ha 4-ig maradnánk a kastélyban, és akkor mennénk a csillagvizsgálóba, amikor már sötét van? Jó ötlet. Oké, akkor ebédeljünk a múzeum éttermében, aztán vásárolhatunk szuveníreket, mielőtt kezdődik a várban a túra. Tökéletes. Egy férfi és egy nő a városnézési útvonalokat tervezik. Milyen sorrendben mennek végig a városon? Melyik utat válasszuk holnap? Nagyon szeretnék elmenni a múzeumba, a várba és a csillagvizsgálóba. Útközben szuveníreket is akarok vásárolni. A múzeum 8-tól 6-ig van nyitva, a vár 9-től 4-ig. A csillagvizsgáló úgy tűnik, reggel 9-től este 9-ig van nyitva. A várban kétszer van különleges idegenvezetős túra. Ezek délben és 2 órakor kezdődnek. Ezek közül valamelyiken részt akarok venni. Szerintem ezekre a túrákra előre kell helyet foglalni. Meg tudod nézni interneten? Igen. Ó, amelyik délben kezdődik, az már betelt. Foglaljunk a 2 órásira? Oké, arra mehetünk ebéd után. Akkor hova akarsz menni először? A múzeumba vagy a csillagvizsgálóba? Nagyon szeretném látni az esti kilátást. Mi lenne, ha 4-ig maradnánk a kastélyban, és akkor mennénk a csillagvizsgálóba, amikor már sötét van? Jó ötlet. Oké, akkor ebédeljünk a múzeum éttermében, aztán vásárolhatunk szuveníreket, mielőtt kezdődik a várban a túra. Tökéletes. Azt szeretnénk, ha az új csokoládétermékeinkhez terveznétek csomagolást. Egyszerre szeretnénk piacra dobni 2 terméket. Az egyik édes csokoládé 30%-os kakaótartalommal, a másik egy keserédes 80%-os kakaótartalommal. Értem. Szóval azt akarjuk, hogy feltűnőek legyenek a 30% és 80% betűk? Igen, mondjuk tehetnénk őket a csomagolás közepére, vagy használhatnánk más színt. Oké. Az édes csokoládénál mi lenne, ha piros dobozt használnánk, és fekete betűkkel írnánk rá, hogy 30%? A keserédesnél használhatnánk fekete dobozt, amin piros betűkkel lenne a 80%. Mi lenne, ha aranybetűket használnánk mindkettőnél? Szerintem az jobban kifejezi a luxusimást. Jó ötlet. Szerintem a betűk legyenek fehér keretesek, hogy feltűnőbbek legyenek. Ami az elrendezést illeti. Jó az úgy, ha a bal felső sarokba írjuk, hogy kakaó, aztán középre jön egy kép a csokoládéról, aztán a 100% a jobb alsó sarokban. Igen, és kérlek használjatok nagyobb betűtípust a 100%-hoz. Azt is szeretném, ha más betűtípussal lenne, mint a termék neve, és legyen merész. Rendben. Küldünk egy e-mailt, ha készen lesznek a csomagolások. Mikorra kell? Ha lehetséges, meg tudjátok csinálni e hét végéig? E hét végéig? Rendben, megpróbáljuk. Egy nő a tervező osztályról, a kutató és fejlesztő osztályon dolgozó kollégájával beszélget. Válassza ki, melyik csomagolás mellett döntöttek. Azt szeretnénk, ha az új csokoládétermékeinkhez terveznétek csomagolást. Egyszerre szeretnénk piacra dobni 2 terméket. Az egyik édes csokoládé 30%-os kakaótartalommal, a másik egy keserédes 80%-os kakaótartalommal. Értem. Szóval azt akarjuk, hogy feltűnőek legyenek a 30% és 80% betűk? Igen, mondjuk tehetnénk őket a csomagolás közepére, vagy használhatnánk más színt. Oké. Az édes csokoládénál mi lenne, ha piros dobozt használnánk, és fekete betűkkel írnánk rá, hogy 30%. A keserédesnél használhatnánk fekete dobozt, amin piros betűkkel lenne a 80%. Mi lenne, ha aranybetűket használnánk mindkettőnél? Szerintem az jobban kifejezi a luxusimást. Jó ötlet. Szerintem a betűk legyenek fehér keretesek, hogy feltűnőbbek legyenek. Ami az elrendezést illeti. Jó az úgy, ha a bal felső sarokba írjuk, hogy kakaó, aztán középre jön egy kép a csokoládéról, aztán a 100% a jobb alsó sarokban. Igen, és kérlek, használjatok nagyobb betűtípust a 100%-hoz. Azt is szeretném, ha más betűtípussal lenne, mint a termék neve, és legyen merész. Rendben. Küldünk egy e-mailt, ha készen lesznek a csomagolások. Mikorra kell? Ha lehetséges, meg tudjátok csinálni e hét végéig? E hét végéig? Rendben, megpróbáljuk. Jók voltak az eladási mutatóink december és február között. Igen, a limitált kiadású termékek nagyon jól fogytak. De kár, hogy az új termék, amit márciusban dobtunk piacra, nem volt annyira sikeres, és lehúzta az eladási mutatókat. Lassú volt az eladás októberben és márciusban. Általánosságban egyenletesen emelkedtek az eladási mutatóink, de a második fél évben az októberi eladások voltak a legrosszabb havi eladási mutatók. Az egyik konkurensünk nyitott egy új kávézót ezen a környéken októberben, és kezdetben odavonzották a vásárlóinkat. Örömmel látom, hogy kezdenek visszatérni a vásárlóink. Igen, a vásárlóink nem és életkor szerinti adatai azt mutatják, hogy vásárlóink több mint fele 20 és 30 év közötti nő. Ez azt jelenti, hogy ki kell találnunk néhány új kampányötletet, amivel magunkhoz vonzzuk ezeket a vásárlókat. A hagyományos kávétermékeink mellett ajánlhatnánk többfajta desszertet is. Igen, de vásárlóink 20%-a 20 és 30 közötti férfi. Az őket vonzó szolgáltatásokra is gondolnunk kell. Értem. Például ingyen wifi esetleg jó lenne az üzletembereknek. Értem. Gondoljuk ezt át. Egy kávézó személyzete az eladási eredményekről beszélget. Válassza ki, melyik grafikonról van szó. Jók voltak az eladási mutatóink december és február között. Igen, a limitált kiadású termékek nagyon jól fogytak. De kár, hogy az új termék, amit márciusban dobtunk piacra, nem volt annyira sikeres, és lehúzta az eladási mutatókat. Lassú volt az eladás októberben és márciusban. Általánosságban egyenletesen emelkedtek az eladási mutatóink, de a második fél évben az októberi eladások voltak a legrosszabb havi eladási mutatók. Az egyik konkurensünk nyitott egy új kávézót ezen a környéken októberben, és kezdetben odavonzották a vásárlóinkat. Örömmel látom, hogy kezdenek visszatérni a vásárlóink. Igen, a vásárlóink nem és életkor szerinti adatai azt mutatják, hogy vásárlóink több mint fele 20 és 30 év közötti nő. Ez azt jelenti, hogy ki kell találnunk néhány új kampányötletet, amivel magunkhoz vonzzuk ezeket a vásárlókat. A hagyományos kávétermékeink mellett ajánlhatnánk többfajta desszertet is. Igen, de vásárlóink 20%-a 20 és 30 közötti férfi. Az őket vonzó szolgáltatásokra is gondolnunk kell. Értem. Például ingyen wifi esetleg jó lenne az üzletembereknek. Értem. Gondoljuk ezt át. Tessék, ügyfélszolgálat. Elnézést, most jött meg a rendelésem, de ez nem az, amit én rendeltem. Elnézést kérünk. Mi a probléma? 3 gombos zakót rendeltem, de amit kaptam, azon csak 2 gomb van. Értem, biztosan másik szabás. Nagyon sajnáljuk. Azonnal kicseréljük. Vissza tudná küldeni utánvétellel? Igen, illetve ez a póló máshogy néz ki, mint az, amit a weboldalukon láttam. Nem erre számítottam, szóval ezt is vissza szeretném küldeni. Miben más? Azt hittem, hogy gallér nélküli póló, de kiderült, hogy galléros teniszpóló. Értem. Levágta már az árcédulát? Igen, de ez tényleg nem az, mint ami a képen van. Visszaküldhetem így is? Uram, ebből a pólóból van galléros és gallér nélküli is. A rendszerünk azt mutatja, hogy ön a gallérosat választotta ki. Tényleg? Akkor biztos a rossz darabra kattintottam. Ha az árcédula rajta van, akkor tudjuk kicserélni a terméket. de sajnos, ha levágta, akkor ez már nem fog menni. Értem. Akkor kicserélnéd csak a zakót? Természetesen. Elnézést a kellemetlenségért. Egy férfi panaszt tesz interneten vásárolt áruval kapcsolatban. Mit fog kicserélni? Tessék, ügyfélszolgálat. Elnézést, most jött meg a rendelésem, de ez nem az, amit én rendeltem. Elnézést kérünk. Mi a probléma? 3 gombos zakót rendeltem, de amit kaptam, azon csak 2 gomb van. Értem, biztosan másik szabás. Nagyon sajnáljuk. Azonnal kicseréljük. Vissza tudná küldeni utánvétellel? Igen, illetve ez a póló máshogy néz ki, mint az, amit a weboldalukon láttam. Nem erre számítottam, szóval ezt is vissza szeretném küldeni. Miben más? Azt hittem, hogy gallér nélküli póló, de kiderült, hogy galléros teniszpóló. Értem. Levágta már az árcédulát? Igen, de ez tényleg nem az, mint ami a képen van. Visszaküldhetem így is? Uram, ebből a pólóból van galléros és gallér nélküli is. A rendszerünk azt mutatja, hogy ön a gallérosat választotta ki. Tényleg? Akkor biztos a rossz darabra kattintottam. Ha az árcédula rajta van, akkor tudjuk kicserélni a terméket. De sajnos, ha levágta, akkor ez már nem fog menni. Értem. Akkor kicserélnéd csak a zakót? Természetesen. Elnézést a kellemetlenségért.